Igen, azt hittem, hogy valaki más csinálja. Jó, fogom forgatni akár. Úgy csinálod, hogy a félig a bácsi látszakja, meg félig. És akkor látom magát, János most jó. És várjuk az előadást. Jó. Filmet. Nagyon önző módon elkezdtem azzal foglalkozni, mint 10 éve, hogy addig megúsztam rák, infarktus és minden egyéb nélkül, mi a vállalatot csinálja, akkor ezt a állapotot fönntartsam. Elkezdtem olvasgatni meg, kalandozni a neten, és csomó olyan dologra döbbentem rá, hogy például kitanult arról, hogy mit együnk, vagy mit ne együnk. Vegye fel a kezét. És látjuk, hogy kevesebb. Én sem. És vegye fel a kezét az, aki tanulta, hogy nagyobb ellenségünk nincs, mint a tejétek. Na, körülbelül annyi ember tette, nem ugyanaz, aki tanulta a vélelmezéset. Na, ez az én hátam 2015-ben. Közelebb a mikrofon. Tehát így nézett ki a hátam 2015-ben, és az egy nagyon kedves, nagyon aranyos bőrgyógyász doktornéni azt mondta, hogy ismeretlen eredetű, gyógyíthatatlan, autoimmun, leszek szíves megtanulni vele élni. Megnéztem a neten, azt írták, hogy a második világháború után Angliában ezzel a nyavajával minden második ember sürgősen meghalt. Úgyhogy ezt nem tartottam annyira jó helyen. És hát tovább bánézkodtam, tovább nézelődtem, és végül is eljutottam oda, amikor ugye fogok mondani. Tehát a mai szózatomnak ezek címmel, hogy mit lehetünk, ha beszélhetőzik az oltás károsodás. A leges-legelső, hogy ugye én most itt losogok, fecsegek, senki ne vegye ezt orvosi tanácsnak, forduljunk orvosunkhoz, gyógyszerészünkhöz, aztán tegyünk, amit tudnak látni. Mondom, hogy neked itt adózolva kellene. Na. Az első, amit tegyünk, hogy bejelentjük, ma már nem így néz ki a hivatal merre, de ettől függetlenül ezen a helyen lehet bejelenteni, hogyha gyógyszer vagy oltás miatt valami mellékhatás fölép, amit nem szeretünk. Most akinek van kisgyereke, annak nagyon erősen javaslom, hogy egy alvászavar, egy sírógörcs, egy hasmenés, egy fülfuzulgás esetén azonnal tegyen bejelentést, mert a bejelentés ingyenes, legjobb, hogyha azt a költséget rászállna, hogy ajánlott levélben elküldi, ajánlott értékelvényes levélben elküldi az OGI-nek, vagy most már a nemzeti mitoménkinek, és utána ezt a feladat, ezt a bejelentést minden következő oltásnál elő lehet venni, hogy feltételezem, hogy a gyermekem, ha nem másra, az oltásban lévő glifozátra érzékeny. És aki ezt meg tudja cáfolni, annak sok szerencsé. Ugye a szünet előtt láttuk, hogy már a anyában sérülhet a csecsemő, illetve a magzat, de ha vagyunk olyan szerencsések, hogy a gyermek egészségesen születik, és azért az a gyerekek többségéről elmondható, akkor előáll az, hogy hát valójában akkor mit sérülhetne. Itt a technikát veszünk ezzel kell. Nem értem, bocsánat. Igen.
Tehát, hogy bejelentjük az OGI-nek, és mihez tartás véget? Tehát nem csak a Femina, nem csak a HVG, nem csak a Magyar Nemzeti Hülyesége, hanem a legrégebbi, legtudományosabb, legorvosabb szaklapnak a főszerkesztője volt szíves írásba adni, és a mai napig megnézhetjük a neten, 2015-ben leírta, hogy amit közlünk, annak több, mint a fele hazugság. És ez egy nagyon kedves, becsületes ember, a mai napig ő a Lancet főszerkesztője, és volt szíves lehozni azt a cikket, miszerint a hidroxiklorokinban, agyérgörcsben és infarktusban haláloznak el az emberek, ha véletlenül Covid ellen azt szerint. Egy nap után vissza kellett vonni a cikket. Másik irány. Na, tehát hogy mi sérül? Ez az egyik ember, ez Angliában volt gasztroenterológus. És az történt vele, hogy megtalálták szülők azzal, hogy a gyerekek MMR-oltás után klónbetegségre hasonló jelenségekkel küzdenek. És autisták. És mondja erre a Derek Wakefield, hogy hát őnek semmi köze az autizmushoz, mondták a szülők, de hát akkor legalább a klónbetegséggel foglalkozni. Csak azt mondta, hogy hát ha a gyereknek klónbetegsége van, akkor foglalkozzunk vele. Foglalkoztak vele, rendbe tették a gyerekek bérflóráját, és azt hiszem 18 gyerek volt, akikről írtak egy cikket, mind a 18-nak javult az állapota, volt, aki teljesen rendbe jött, volt, aki csak egy kicsit jött jobb állapotba, de azt látták, ha a pocakja javult, javult az autizmusa. Természetesen az előbb idézett Lancet főszerkesztője, amikor a gyógyszergyárak nyomása elég nagy volt, akkor visszavonta a cikket. Most annyi becsület még van a nyugati szaklapokban, Covid előtt még volt, Covid után ez már változott, hogy a visszavont cikkek is megtalálhatók, csak van rajta egy pöcsért, hogy visszavonták. Tehát elolvasható, a mai napig senki nem cáfolta a léthű cikkben foglaltakat, csak közölték vele egy koncepciós perben, hogy egy gazember és hazudik. Ez az emberiségnek az egyik legnagyobb szerencséje, mert azóta a Wakefield remek jó filmeket csinál arról, hogy milyen gabajt okoznak az oltások. Na, ez a másik ember, ez szintén rosszul járt, mert Angliában volt egyetemi tanár, és azzal foglalkozott, hogy mit keres bennünk az alumínium. És azt találta, hogy nincs a földkerekségen olyan élőlény, amelyikben a 19. század előtt, század vége előtt lett volna alumínium. Mert hogy az alumínium, mint szabad vegyület, a természetben nem fordul elő. Tehát bármilyen élő szervezetben, legyen az növény, állat vagy ember, ha benne van az alumínium, az baj. És amikor eljutott ez az ember oda, hogy autista szülő által fölajánlott, ugye szerencsétlen kisgyerek meghalt, autista volt, szülők fölajánlották a gyereket boncolásra, és eljutott oda, amit szintén hallottunk a szünet előtt, hogy az autisták és az Alzheimer-esek agyában rengeteg alumínium van. Amikor ezt leírta, hogy az autizmushoz kell alumínium, na, akkor kirúgták az egyetemről. Viszont mai napig fönn van egy csomó filmben a YouTube-on, meg cikkek elérhetőek, és az a nagyon jó hír, hogy a természetben előfordul olyan ásványvíz, amiben van kovasav. Na most a kovasavról tudni kell, hogy abban is kétféle van a mesterséges,
kémikus barátom elmagyarázta, hogy a térszerkezete más, mint a természetesé. Tehát csak a természetes kovasabb alkalmas arra. Exci felnőtt emberre kalibrálta, azt mondta, hogy ígyunk napi 1 liter kovasavas ásványvizet, és az remekül segít a alumínium kioldásában. Természetesen semmi nem old back intent, de valószínűleg ez segít. Magyarországon van egy peridot nevű ásványvíz, magas kovasabb tartalommal, soha senki nem vizsgálta, hogy vajon autistákból ez is kimossa el, de hát ha ez természetes ásványvíz, kovasabbal, akkor és igazából ártani nem tud, akkor miért nem lehetne esetleg kipróbálni. Na most minden ellenkező híreszteléssel szemben 1999 óta tudják a gyógyszergyárak, az amerikai járványügyi hatóság és az FDA, hogy az oltások okozzák az autizmust. Ezt onnan lehet ilyen nagyon határozottan állítani, mert 2000 elején a CDC roppant huncsik módon egy üdülőhelyre szervezett egy összejövetelt, abból a megfontolásból, hogyha ezt a CDC épületében tartják, akkor közérdekű adat igényéssel kikérhető az irat. Ám ellenben, ha elmennek vidékre és szalonnasütés közben beszélgetnek róla, akkor az magánügy. Na de Kennedy, aki ma ugye a független amerikai elnökjelölt, az megkapta a beszélgetésnek a jegyzőkönyvét. Első nap töredelmes vallomást tettek egymásnak az összegyűltek, hogy igen, az akkor használt higany miatt autizmust okoz. Ott voltak a gyógyszergyárak, ott voltak a hatóságok, és rögzítették. Másnap megegyeztek, hogy ezzel nem törődünk, és ezután kezdődtek el a kísérletek, hogy fölcseréljék a higany alumíniumra. Ahogy hallottuk, nem mindenhol sikerült, de csomó helyeken. Ehhez képest az alumínium pont annyira jó az autizmushoz, mint a higany. Valószínűleg másban nem, de ebben hibátlanul. Na most, ugye, kerüljük az oltásokat, próbáljuk meg a peridotot, és akkor most jön az, ami miatt a hallgatóság nagyobbik része azt fogja nekem mondani, hogy hát úgy hívja ez a pasas, ahogy van. Ugyanis az összes emberi nyavajára, vagy az egészség föntartására a legmegfelelőbb étrend, amit úgy hívunk, hogy teljes növényi étrend, és nincs benne olaj, és nincs benne külön zsír. Na most az a tapasztalat, hogy az egészséges ember ettől egészséges marad, a beteg ember pedig szíveskedik többnyire jobb állapotba kerülni, Uramisten teljesen megjelenik. És nagyon sok autista gyereket is ilyen étrenddel rendezettek. Más típusú étrenddel is rendezt tudják szedni, ha a gyerek olyan állapotban van, meg olyan a belső berendezkedése, de ez a tuti megoldás a létező megoldások közül. Természetesen sok olyan sérült van, aki ez sem segít. De a helyzetét biztos, hogy javítja. Amiről nem nagyon beszélünk, hogy a kisgyerek, hát ugye nyilván nem jár a szalonába, de ha izzad, a bőrön keresztül is erős a kiválasztás. Tehát ha csak lehet, a napon futtassuk, izzasszuk, és akkor egy csomó mérje kijön belőle. És ne használjuk 50 ezeres napvédő faktorú naptejet. Ugyanis a legtöbb naptejben a rengeteg méreg mellett ott van az alumínium is. Tehát fokozatosan szoktassuk hozzá a gyereket a napsugárzáshoz, tavasztól kezdődően, és ne kerüljük a napsugárzáshoz semmire. Amiről szintén nem sokat beszélnek, hogy ez a gyerek alumínium rendesen.
Tehát ma már a gyerek meg tud fogni valamit, akkor mit fog meg? Egy mobiltelefont a két fénnyel, és remekül elrondja. Van nagyon sok sérült, autista is, aki nem beszél. És nemrég láttam, egy éve láttam talán azt a mozit, ahol bemutatják, hogy kiderül, hogy lehet, hogy a gyerek nem beszél, de már 3 évesen olvas. Nem ír, mert nem tanítják meg, mert azt hiszik, hogy olyan buta, hogy nem tud beszélni, tehát buta. Nem. Hibátlanul tud gondolkozni, csak nem tud beszélni. És erre van a Speller nevű megoldás, ahol a gyerekekkel egy nagy ABC mutatja a telefon nyomógombjait, nyomokat, na ott beütögeti a betűket, és kijönnek a jelek, és akkor van már olyan gyerek, aki ezzel a módszerrel nem beszél, a mai napig nem beszél, de letette az egyetemi végzettséget. Na, nem tudom, hol fogjuk közzétenni a szlájdokat. Én szívesen felajánlom, és természetesen a végén ott lesz az is, hogy hol érhet el, akit a téma érdekel, és én szívesen megosztom, amit tudok. Ugye itt vannak ilyen régi mondások, hát a többit azt már csak ilyen futólag, hogy miért hiszük azt, hogy a legjobb az olajmentes étrend. Az orvoslás csodáiból, hogy kristálycukorral gyógyított 70 éven keresztül a doktor cukorbetegeket, nagy sikerrel. Itt látjuk, hogy mi a különbség, ha nem ettünk olajosat, ilyen a vérünk, és olyan, hogyha ettünk. Itt látjuk az egészséges vörös vérsejteket, meg olyat, hogyha ettem egy nagy adag sült krumplit, akkor utána ilyen, és ha visszagondolunk arra, hogy hogy néz ki egy kapilláris, ezek a kicsik behúzzák a vasukat és bemennek, azok a gombócok meg összerakodmányok, azok nem. Hát a növényekben minden megvan, ami nekünk el, kivéve a B12-es vitamin, és akkor itt még egy gyors látvány arról, hogy mi a baj a tejjel, rákkeltő, ráknyövesztő, kivonja a kálciumot a csomból, és egyébként a magyar szabvány egyezően az európai szabványon megenged milliliterenként 400 ezer oda nem ülő sejtet, köztük a tej nem az, mint amit most van tej. A vitaminokról a tudomány még gyakrább, mint a gyógyszerekről. A glifozát az nagy ellenségünk, tehát aki tehet, az biót tegyen. Most, hogy ő termeli, vagy meg tudja venni, az egy másik dolog. És akkor itt vannak hivatkozások, hát csak úgy 1-2-3, egy része megvan magyarul, egy része csak angolul érhetővel. És akkor köszönöm szépen. Kettes oldal. Nagyon szépen köszönjük Jánosnak az előadását, és a következő előadónk pedig Szakács Árpád lesz,
aki ugye arról fog beszélni, hogy a médiát hogyan használják ellenünk fegyverként, hogy különböző dolgokról meggyőzzenek bennünket. Adom a szót, fogadják szeretettel Szakács Ádám. Köszönöm szépen a megtisztelő érdeklődést. A korábban említett sok-sok példán keresztül, főleg ami a vakcina hatásaival és egyebekkel voltak kapcsolatban, ugye nagyon érdekes, hogy a magyar társadalom legnagyobb része tekintetében nem megy át ezeknek az információknak a negyedesen. Ehhez kell egy közvetítő szereplő, ez pedig a média. Ebben a vonatkozásban szeretnék néhány gondolatot röviden 10 perc keretében bemutatni. Mielőtt belevágnék a közepébe, adnissuk meg az első diát, ugyanis a legutóbbi találkozónk bekerült a Magyar Nemzeti Keresztény Mandiner nevű oldalába is. Mandinerről annyit kell tudni, hogy az elmúlt években sok-sok milliárd forint állami támogatást kaptak, hogy ezek a saját maguk tehetségéből kellene éljenek, mint közvetítők, mint hírforrás, akkor hát ilyen haltak volna. Itt fent azt látszik, hogy a Mi Hazánk kedvére ölelte az oltás ellenes laposföld hívőket. Ezek voltunk mi, hölgyeim és uraim, ugye én vagyok a címlapján. Magamat nem nagyon szoktam példaként sem említeni, ugyanis nagyjából egy Bibliát megtöltő mondatmennyiség volt már velem kapcsolatban, mert minden voltam, amit el tudnak képzelni. Ugye nem magam miatt jelzem, hanem csak arra utalok, hogy azért figyelnek minket. Ennek a hátteréhez az kötődött, hogy egy Facebook bejegyzésben beszámoltam a legutóbbi eseményükről, megjegyeztem, hogy Magyarországon van a világ legnagyobb a vakcina terrorja, gyerekek oltása tekintetében, és hogy kár, hogy nem teszik fel azt a kérdést, hogy miért van erre szükség, illetve megköszöntem Szkita Egyesületnek ezt a rendezvény sorozatot, és így kerültem én, ugye Nuru Dóra képviselőasszonynak a munkáját segítem. Komoly dilemma elé állította a szélsőjobboldali pártot, Komoly dilemma elé állított a szélsőjobboldali pártot, hogy megjelent náluk az oltás ellenesek Cézárja, vagy vele együtt a gyülemész sereg. Egyébként a gyülemész sereg az a csőcseréknek a szinonimája, csak ezt szeretném jegyezni. Két mondatot szeretnék gyorsan felolvasni, csak hogy lássák egyébként, mit gondolnak rólunk. Tehát a hétvégén csúcsosodott ki az oltás ellenesek csoport és a Mi Hazánk tanácsadója között fűzött román. Szakács Árpádról, Duró Országgyűlési képviselő tanácsadójáról régóta tudni lehetett, hogy mindent elemez, ami a Covid elleni védekezést segíti. Az íróból lett szélsőjobbhoz csúszott mozgalmára a múlt hét végén a Lurdi házban a Szkita Egyesület megszervezésében tartott konferencián szólalt fel, ahol megjelent pár tucat fős közönség seregnek, mutatja álláspontját, az ott pár tucat fős. Tehát, hogy a média, és még csak egy mondatot szeretnék felolvasni, hogy amíg csak egy kis csoport vakcinaellenes van hazánkban, még nincs is komoly a probléma azonban, hogy egy parlamentbe bejutott párt alelnökének tanácsadója állít ilyeneket, az már aggasztó. Na hát remélem is, hogy aggasztja őket majd a későbbi tevékenységnek ezzel kapcsolatban. Átmehetünk a második diára. Igazából ez is a előadásunknak a címe, a média fogyasztása súlyosan kársítja az ön és a környezetében élők egészségét, és a Magyar Média Platform vezető szereplői azt dohány cigaretta dobozokra illesztettük rá az egyik kollégám segítségével. Láthatják itt éppen egy indexet veszi valaki az egészségre ártalmas dolgok közül. Át is mehetünk a kettesre. Hölgyeim és uraim, mielőtt belevágnánk a közepébe, vagy még jobban a közepébe, megegyék meg, hogy felhívom a figyelmüket Gustav Le Bon munkásságára, aki a Tömegek lélektana már említett című alapvető könyve minden szempontból fontos, hogy eligazodjunk a minket különböző
világba. Én ebből szoktam idézni néhány gondolatot, egyszerűen azért, mert nincs olyan mai média manipulációs technológia, amit ne alkalmaznának bennünk a mi életünkkel kapcsolatban. A könyvnek az eredeti verziója franciául 1895-ben jelent meg, 1913-ban fordították le magyarra, és ennek egy korszerűsített nyelvi, korszerűsített változata jelent meg nemrég, hiszen kiemelt szempontok vannak benne. Arra vonatkoznak, hogy hogyan manipulálják a tömegeket, az embereket. Minden egyes területre ugyanez érvényes. Tehát nem csak a reklám, a politikai ideológiák reklámozása tekintetében, hanem ugyanez érvényes, majd erre fogok utalni pár példán keresztül, a vakcina terror, a vakcina propaganda tekintetében is miket használok fel. Gustav Le Bon volt az, aki 1895-ben már megmondta, azt mondta, hogy ha egyszer a szocializmus, akkor a kommunizmus még innevezték, egyszer hatalomra jut, az lesz az emberi történelem legnagyobb kataklizmája. Hát most ennél egy kicsit nagyobb kataklizm előtt állunk, csak önmagában olyan dolgokat látott meg ő akkor, amikor nagyon keveset. A tömegek lélektana tekintetében ez a legelső alapmű, ami megjelent, és mindnáig érvényes. És innen szeretnék néhány dolgot idézni. Tehát a szavak hatalma oly nagy, hogy elég egy jól megválasztott szóval jelölni a leggyűlöltebb dolgokat, hogy a tömegek elfogadják. Hogy bizonyos vélemények olyan könnyen lesznek általánosakká, annak az az oka, hogy az emberek nagy része nem képes saját következtetései alapján ítéletet alkotni. Midőn arról van szó, hogy eszméket, hiedelmeket belerögzítsünk a tömegek elméjébe, például a modern szociális elméleteket, ugye akkori kommunizmus, a vezetők eljárása különböző. Erre szolgál főként ez a három biztos eljárás. Az állítás, ismétlés és kell hozzá lelki fogékonyság. A puszta egyszerű állítás minden következtetéstől és bizonyítástól mentes kell legyen. Ez a legbiztosabb mód arra, hogy valamely gondolat a tömegek elméjét megragadja. Nagyon fontos mondat, még egyszer felolvasom, tehát a puszta egyszerű állítás minden következtetéstől és bizonyítástól mentes kell legyen. Az állításnak azonban csak akkor van igazi hatása, ha folyton ismétlik is, lehetőleg ugyanazokkal a kifejezésekkel. Napóleon mondta, hogy egyetlen komoly retorikai alakzat az ismétlés. Az állított dolog az ismétlés által annyira elfoglalja az elméket, hogy végül bebizonyított igazságnak tekintik. A folyamatos ismétlés a képzett, tanult emberekre is hatással van, hát még a tömegekre. Ez a befolyás onnan ered, hogy az ismételt dolog a tudattalannak mélyen fekvő részét teszi magáévá, s előkészíti tetteinek rugóit. Bizonyos idő múltán már nem tudjuk, hogy az ismételt állításnak mi az alapja, és határozottan hiszünk benne. Mikor valamely állítást elégszer ismételnek, és a súlykolásban megvan az egybevágóság, képződik az, amit gondolat áramlatnak neveznek, és a lelki fogékonyság által működésbe lép egy hatalmas mechanizmus. A tömegekben a gondolatok, érzelmek, emóciók, hiedelmek, a ragályos befolyást érnek el. Minél határozottabb a kijelentés, minél inkább meg van fosztva bizonyosságának és bizonyításának a látszatától, annál nagyobb a tekintélye. Hölgyeim és uraim, ez a mai életünk tekintetében, hogyha össze lehetne foglalni egy fél oldalba, magyarul ennyi volt, ahonnan idéztem, a tömegek lélektanában láthatjuk, hogy minden olyan elem benne volt, ami a covidizmus idején, az oltásokkal is általában megjelent az életünkben, az oltás működik, maradj otthon, védjük egymást, stb. Tehát rengeteg ilyen varázsszót, ilyen mágikus szót próbáltak a média súlykoláson keresztül a magyar társadalomra ráerőltetni, és ugye láthatjuk, hogy működik ennek bebizonyított pszichológiai jellemzői, jelenségei vannak. Egyébként 24 volt az, aki a tömegek megnyilvánulásait vizsgálva bebizonyította azt, hogy ha megfelelő nagyságú egy tömeg, akkor az egyéniség benne elveszik, szétoldódik, és az egyéniség is a tömeg részévé válik, és ugyanúgy viselkedik, abnormális dolgokat követel, mint amit maga a tömeg vagy a manipulált tömeg tekintetében. A következő kérdés, menjünk át a negyedik részre, a negyedik fotóra, ugye Edward Bernays nevű embereknek látjuk a könyvének a címét, és a szó, amit keresünk az életünk manipulálásával kapcsolatban, azt a szót azt úgy hívják, hogy propaganda. Egy 1928-ban megjelent könyv, várhatóan ez már le van fordítva, várhatóan márciusra kiadása is meg lesz magyar nyelven. Ez az úr volt az, aki minden vonatkozásban a propagandának, a pápájának lehet tekinteni, hogyha lehet ilyen csúnyán fogalmazni. Igazából az volt a küldetése, hogy hogyan lehet minden olyan elemet elfogadtatni egy társadalommal, az emberekkel, amit amúgy a maguk
eszéből, a maguk akaratából nem tennének meg. Például hogyan lehet háborúk mellé állítani embereket, hogyan lehet tömeggyilkosságok mellé állítani embereket, tudom csak a mai izraeli gázai helyzetben. Van mellette egy hölgy, zöld ruhába és egy cigis dobozzal, ugyanis Bernicehez köthető az, aki rászoktatta, azt szokták mondani, rászoktatta, és ez így is van, a hölgyeket a dohányzásra. A 20-as évek előtt a hölgyek nem dohányoztak, és a Lucky Strike nevű cigarettást megrendelést mi ettől a koncerttől kapta, és lecsekkolták, levérték, hogy a hölgyek sok szempontból tartózkodnak a cigarettától, mert nem tetszik nekik a színe. És akkor Bernice volt az, aki azt mondta, hogy jó, akkor változtassuk meg a divat színét. És rábírta ezt a cigis társaságot, hogy fektessen bele nagy pénzt a divatiparba, Párizstól a jó ég tudja az egész globális szinten, megjelentek a zöld ruhák, és hirtelen a hölgyek tekintetében is vonzóvá vált a cigarettázás, tehát hogy ő volt az, aki ebben a vonatkozásban is a hölgyeket rászoktatta a cigarettázásra, és még láthatják, hogy nem ismert lehetetlen, tehát hogyha meg kellett változtatni egy szokást, amit amúgy nem csinálnának, akkor Bernice alapember volt benne. Egyébként rengeteg ilyen példa volt, például a télapónak is tudják-e, hogy miért piros a ruhája. Coca-Cola, bizony a Coca-Cola intézte ezt el nekünk, tehát hogy neki rengeteg mindent köszönhetünk, a propagandának is hasonló eljáráson ment keresztül. Következő diát kérném. A totalitarizmus pszichológiája szintén elhangzott már ez a könyv címét nálunk. Én ezt tartom az egyik legalapvetőbb könyvnek, ami a mi életünkkel foglalkozik. Ugyanazt a munkát viszi tovább Matthias Desmet, mint Le Bon végzett. Ezen a téren a Tucker Carlson, aki az interjút készített vele, ugye azt mondta, hogy Matthias Desmet a legokosabb ember, akivel valaha is interjút készítettem a több mint 30 éves pályafutásom során. A rengetegszer meghívják ide ugye a fideszesek a Tucker Carlsont, kár, hogy nem olvassák el Desmet könyvét, aki az oltási diktatúrának a pszichológiai hatásai mutatja be, ami a gyerekoltások tekintetében mindenre alkalmazható. Sajnos nem nagyon tudok most kitérni erre, ajánlom, hogy ezt a könyvet ismerjék el, kiemelten fontos könyvről van szó. Arról szó, hogy a félelemmel hogyan lehet a tömeget befolyásolni. Maga a félelemnek a mechanizmusa, hogy működik, mit vált ki, és hogy ennek milyen szerepe van a tömegmanipulációban és a különböző propagandában. És térjünk rá az oltások tekintetében a legnagyobb propagandistára. Le Bon tekintetében láthattuk, hogy elég a leggyűlöltebb szavakat, jó szavakkal, pozitív szavakkal idézni, és már is ez átmegy a tömeg tekintetében. Ez csak néhány, nagy azt gondolják, hogy ennyi az összes, azért ennél sokkal több ilyen. Ez csak a Facebookon terjedő képek, tehát nincs más orvosság, csak az oltás működik, egyéni védelme, csak az oltás adhat, amikor lesz elég vakcina, akkor letöntjük az oltás a vírus bástyáit. Csak az oltás véd meg, teljes fegyverzetben fogadja majd az újabb járványokat a kormány. Tehát a önmagában minden az állítást nem kell bizonyítani, meg kell fosztani minden ilyen elemétől, csak az oltás működik, egyéni exakt kijelentésében nem lehet kételkedni, és akkor már is elképesztő hatással van. Egyébként a legaljasabb szerintem talán a nácizmus óta nem hangzott el ilyen aljas kijelentés a térségünkben, amikor a Magyar Nemzeti Keresztény Kormány felül be is jutette, hogy az oltatlanok mások életét is veszélyeztetik. Ezért, tehát hogy már egy gyilkosok szintjére kerültünk. Menjünk tovább egy picit. A másik, ami a szintén a Gustav Le Bonnál, ezeknek fontos jelentősége van, képi megjelenítés. Ugyanis a fehér köpenyes, szakember, mint tekintély. Tehát a Gustav Le Bonban, mind a Desmerben külön fejezetek foglalkoznak azzal, hogy akik az adott állítást meg kell tegyék, azokra kell legyen valami uniformisuk, egyenruhájuk, fehér köpenyük, és milyen jelentősége van az emberi pszichében. Ezen kívül a tekintélynek megvannak azok a részei, akik a társadalmi vonatkozásban már letettek valamit az asztalra, elismertek. Ezen a téren menjünk a következő diára.
például láthatták, hogy ugye mi ne beszéljünk laikusként, mi hülyék vagyunk, ha az oltás mellett állást foglalunk, de a Borbás Marcitól, a Jóék ugye Csáritól mindenki biztosan tudta, hogy az oltás életet nem, még egyre menjünk tovább, csak hogy a palettának a másik részét is láthatjuk, tehát hogy itt a jobb és baloldali művészvilág, emberematikus emberei, Fischer-Ivántól, a Jóék ugye megjegyzett sajnos Bőte Csabáig is, csak hogy most nem vágtam be, nem akartam vele borzolni a kedélyeket, hogy mindenki beleállt a saját maga tekintélyét adta ennek az oltási terrornak, ennek az oltási propagandának, hogy tudtak-e róla vagy nem, de azok, akik a propagandát csináltak, azok tudták, hogy nagyon komoly hatásuk van. Menjünk tovább. Igen, ezen a téren is már nincs sok hátra. A propaganda tekintetében egy olyan, itt nem tudom, nagyjából egy 25 cikket láttam össze, több ezer ilyen van, ami a covidizmussal volt kapcsolatban, amikor már nem nagyon működött az egész, és elkezdték a gyerekek oltását is, tehát tényleg már ezzel borzolták a kedélyeket, akkor az, hogy hogyan próbálják az ember gyerekein keresztül befolyásolni az embereket. Ez szerintem ez a legaljasabb szintje a propagandának, amit el tudnak képzelni. A korona egyébként a legújabb, ez egy héttel ezelőtti Husvai Miklós nevű gazember azt mondta otthon, hogy egy levédult, egy 8 éves kisfiú megszólalt Husvai Miklós az új járványról, vérlázítunk, komolyan mondom. És akkor itt láthatják a súlykolásnak ezeket a kulcsszavakat. Ugye az egyik a félelem. Deszmet, félelem, milyen befolyása van a félelemnek, a gyerekekre jelenti a legnagyobb veszélyt, a koronavírus mutáció. A gyerekekre is veszélyes a koronavírus, fent a tények sorozatban láthatjuk, ez a Magyar Tudományos Akadémia oldaláról van levéve, nem is akárhonnan. Mennyire veszélyes a gyerekekre a Covid kérdője alatt a cikkekben benne vannak, hogy nagyon veszély. Gyerekekre is veszélyes az Egyesült Királyságban megjelent új koronavírus. Koronavírus, ezért lehet veszélyes a delta variáns a gyerekekre. Védőoltás gyerekeknek, három vírus is tarolhat egyszerre ősztől téli időszakba. Nem sorolom ezeket, csak azért mutattam be, hogy tényleg láthassák, hogy a médiának milyen aljas, befolyásoló szerepe van, mennyire egyoldalú, és teljesen ráillik még az a civis figyelmeztetés is, hogy a gyerek, a média fogyasztása az adott esetben halált okozhat. Menjünk át a következő diára, most már nagyon a végén vagyunk. Azért bíztam benne, hogy Orkovics úr legalább, és az így is lett, felveti a HPV oltás ügyét, és illetve itt szóba került más vonatkozásban is. Ez is egy emblematikus téma a gyerekoltások tekintetében, ami már elképesztő, hogy mit itt is néhány, tehát most össze-vissza egy adott felületre nagyjából egy 30 újságcikket, amit menet közben találtam a Google-ba. Egyébként, ha a keresőben megnézzék, tehát beírják, hogy a HPV oltás, vagy hogy veszélyes a HPV oltás, de igazából a HPV oltással kapcsolatban én olyan 5-600 találatig mentem le a Google-ba, és mindenhol csak azt találtam, hogy ez jó, ez a lehető legjobb. És ugyanez működik itt is, tehát biztonságos és ajánlott a HPV oltást. Ugye, hát ki az a szülő, aki kiteszi, hogy milyen gyerekgyilkos szülő lehet az, micsoda aljas szemétláda, aki nem oltatja be a gyereket, és kiteszi a gyerekét a különböző rákos megbetegedésnek. Veszélyes az oltás elutasítása. Most emberéletekbe kerülhet, ha nem hiszünk a tudományba, HPV oltásos cikk a HVG-re. Független tudomány megerősítette, hogy a HPV oltás biztonságos és hatékony, ez is egy folyamatos kulcsszavak. A HPV oltás gyerekeknek méhnyakrák és torokrák ellen, hát ugye ki az a kell, hogy a gyereke torokrákos legyen és egyéb rákos megbetegedéseket kapjon. Pontos oltást lehet kérni a gyerekeknek szeptember 11-én. Pontos, figyeljük ezeket a szavakat, egyszerűen szenzációs. A rák megelőzését találták a legjobb indoknak a HPV oltás mellett, és még sorolhatnám a többi több ezer manipuláló, bereig manipuláló információkat. Egyébként ezen a téren is Angelika kiemel a Substack-ében, én olvastam a HPV oltással kapcsolatos tájékoztatását, amelyben a vakcinák tartalmát is vizsgálta,
Tényleg döbbenetes dolgokat hallgatnak előlünk a médiák ezen keresztül is. És menjünk a következő videára. Ugyancsak a gyerekoltásokhoz kapcsolódik, ugyancsak elhangzott ez a könyv, szintén nincs most időnk, keretünk erről beszélni. Na, ha valaki fontosnak tartja, mit tartalmaznak a gyerekoltások, mi áll az egész oltás lobby mögött globális szinten, ez a könyv alapvető információkat tartalmaz. Alapvetően változtatja meg az életüket, mert a gondolkodásokat, ugye az is a cím, hogy veszélyt jelent az emberiség számára a védőoltás. Minden egyéb oltással kapcsolatos információk a tudomány irányáról oldalán, viszont Judy Márkovics, a világ egyik legnagyobb kutatója, döbbenetes eredmények vannak benne. Még egyet szeretnék záró fotóként. Valahol láttam ezt a képet, engem úgy megragadott és lementettem, hogy szerintem minden család, minden édesanyja valahogy így kellene ezekhez a kérdésekhez viszonyuljon, hiszen döbbenetes dolgot tesznek a gyerekeinkkel, itt láthatták már a orvosurak előbb korábban elmondott dolgait és idézeteit. Ezekkel kapcsolatban még csak egyetlen egy gondolatot szeretnék mondani. A média, politika, manipuláció, propaganda tekintetében, aki be akar látni ennek a mélyebb összefüggéseibe és számára egy másfél-két órát javaslom, hogy nézze meg a Hálózat The Network című filmet, 1976-os filmről van szó, és úgy gondolom, hogy nem született ennél hitelesebb alkotás az a vonatkozásban, hogy hogyan működik a tudatipar, a manipulációs egyéb, és ha egy másodpercet még várnak, az a Mandinának szeretnék megint egy szerpét csinálni, hogy nincs olyan kifogásunk. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, és akkor megkezdődik a jogi szekciónak az előadások. Itt szeretném felkérni dr. Mihalik Angelikát, akit önök nagyon jól ismernek már. És ő fog előadást tartani, illetve beszámolni arról, hogy hogyan állnak most jelenleg ezek az ügyek, amit már el tudtunk indítani. Köszönöm szépen! Üdvözlöm Önöket! Addig is, míg az előadásunk fölkerül, a múltkori előadásokat azzal kezdtem, hogy üdvözölni szerettem volna a sajtó képviselőit, és szerettem volna elebegni hálánkat, hogy összehoztak így minket, és kértem, hogyha valaki van itt a médiától, akkor álljon föl. És hát itt volt. Szkíta téria, igen. De én a Kösödön médiára gondoltam előre, hogy a Kösöd is itt ez az új ember, akinek nem jegyeztem meg a nevét a Mandinertől, nem volt Véra pucájában a múltkor, hogy fölálljon. Nem tudom, hogy most van-e itt olyan média képviselő, és körülbelül egy hétig tartott, míg kisajtolta magából a rendezvényünkről szóló beszámolót, amelyikről, mint kiderül számunkra is, Takács Árpádról szólt a múlt alkalom. Nem tudom, észrevették-e, mert hogy az egész arról szólt. Tehát, hogy van-e itt most a mainstreamből, vagy megint sunyognak? Sunyognak. Jó, kíváncsi leszek, hogy mit fognak mondani, és itt megült? Igen. Tehát a média azt, attól függetlenül tudom, hogy itt van valahol. Örülök, hogy itt vannak. Szeretjük Önöket. Nagyon. Gondolom, ez kölcsönös. Tehát az előadásom, ugye itt nézni fogom, és akkor Erzsit. Az előző előadásomnak az volt a címe, hogy az oltás egy fétis, és az, ahogy beleástam magam így a munkába, én időközben a Pászántó Ágnesnek meg szeretném köszönni,
Tehát, hogy együtt a, igen, a ügyvéd leszem és az Ágnesnek pedig az alkalmazott ügyvédje. Nagyon a hálával tartozom neki és Istennek is. Tehát az előző előadásunknak a címe az volt, hogy az oltás egy téd is, amit nagyon fontos, hogy azért tudjanak, hogy és majd az előadásomból is látszani fog, hogy gyakorlatilag egy olyan tabu, egy olyan szakrális dolog, amit ha megérintenek, akkor teljesen irracionális dolgokkal fognak találkozni. És ennek az előadásomnak éppen ezért az a címe, mert mítoszok veszik körül az emberek agyában, amiről az Árpád is beszélt, az orvosok agyában, a hatóságok agyában, és ugye adtak lobotómiát nem csak Karikó Katalinnak, hanem egy Moniz nevezetű úrnak is a lobotómiáért 1949-ben. Tehát, hogy egy virtuális lobotómiával részesül az összes hatóság, összes embere, és az orvosok is, a zöme, amikor ezt a szót meghallja, hogy oltás, és nem működik az agya. Ezt majd látni fogják, nagyon durva egyébként, és mítoszok veszik körül ezt az egészet, és ez az előadásom a mítoszok lerombolásáról fog szólni, úgyhogy léphetsz is. Az előző, menjünk ide. Tehát most leromboljuk a mítoszokat, és most jönnek a mítoszok. Lépjél Erzsgét, szíves, ne menjünk, menjünk tovább, jó, azért, mert ez ne teljesen. Az első mítosz az, hogy jogállam van. Én a múltkor elmondtam, hogy volt egy hosszú jogi múltam, 13 éve nem dolgoztam a jogban, a NER alatt, és most, hogy visszajöttem, egészen elképesztő, hogy mit találtam. A jogrendszert is tudtam, de a joggyakorlatban is. Nincs jogállam, ezt így jó, ha tudják. A jogállam azt jelenti, hogy működik a fékek és ellenső jogrendszer. Ez azt jelenti, a fékek és ellenső jogrendszere, hogyha tehát van egy jogsérelem valahol, mondjuk a hatóságoknál, akkor a bíróság ezt megfékezi, ha ön a bírósághoz fordul, akkor bíróságnál jogorvoslatot kap. A parlament is működik, a kormány nem hatalmasodik el, tehát egy ilyen egyensúly van. Ez nincs. A bíróságok és hatóságok is mindenki ismeri a jogait, ezt is jelenti, ezt majd látni fogják, hogy nem. Tehát az orvosok, a hatóságok, a rendőrség mesék, mítoszok alapján működik. Majd látni fognak konkrét dokumentumokat erről. A működési feltételeiket is ismerik és be is tartják őket. Nem. Tehát semmi ilyen nincsen. Nálunk egyik sem igaz. Én ezért nálam múltkor is széloztam rá, de most ezt még jobban tudom mondani, hogy ebben a rendszerben, amit nemzeti együttműködés rendszerének hívnak, ebben csak bozót harc vagy gerilla módszerekkel lehet harcolni. Ez azt jelenti, hogy minden alkalmasnak látszó, sőt alkalmatlannak látszó jogi eszközt igénybe veszünk, annak érdekében, hogy megvédjük magunkat, a gyermekeinket, és elég jól működik. Ahogy a múltkor mondtam az előadásomban, hogy tüske leszünk, és nem véletlenül kamics, mert vagy nem véletlenül nem szárka a tüske, tehát azért jobban pályunk, tehát tüske leszünk a köröm alatt, és kamics a cipőben, azok vagyunk már. Majd mondani fogom, hogy milyen eredményeink vannak, elég komoly eredményeket elértünk már. Nagyon fontos, hogy ne felejtsék el a célt, akik velünk dolgoznak. Nem az a célunk, hogy ügyeket nyerjünk, hogy megnyerjük a jogi eljárásainkat. Nem az a célunk, hogy tereket nyerjünk. Az a célunk, hogy az oltások önkéntesek legyenek, de ha azt nem is tudjuk elérni, az a célunk, hogy ne oltsák be a gyerekünket. És ezért veszünk minden törvényeset, hogy igényünk. Tehát nem kell elszomorodni, ha egy hatóság csúnyán néz rá, nem kell elszomorodni, mert nem az a célunk. Az a célunk, hogy legyenek az oltások önkéntesek, és ne oltsák be a gyerekeinket. Tehát ezt sose felejtsék el. Tehát nem kell elkeseredni, amikor úgy tűnik, hogy jaj, hát azt mondta az orvosó. És tudtuk, hogy ezt fogja mondani, szektás. Mit vársz? Agymosod. Mit vársz? Lobotómia. Mit vársz? Nincs agya. Tehát most ezt komolyan mondom, majd látni fognak példákat. Tehát a második, az oltások engedély, az is egy mítosz, hogy az oltások, ugye ezt mondják, ahogy az általános szírozta, az oltásokat szigorú ellenőrzésnek vetik alá, komoly vizsgálatok. Az MMR oltásnak, ez angolul van, sajnos ezek zömében angolul vannak már az ilyen mélységű anyagok,
Az a lényeg, hogy amikor egy oltás megjelenik, erről az Ulrik Tibor doktor beszél, akkor ha új verzió van, talán esetleg valamikor az őskorban esetleg volt valami placebo kontrollos valamikor. Például a diftériáért 1920-ban, vagy valahogy így adtak egy Nobel-díjat, lehet, hogy akkor egyszer volt egy placebo kontrollos. De most a legújabb diftéria kombinált oltásokat, azt az előző oltásokkal hasonlítják össze, nincsen oltatlan kontrollcsoport, csak azt nézik, ez is a Guzeo doktornál is elhangzott, azt nézik, hogy mennyi ellenanyag van, ami nem azt definiálja, na mindegy, erre majd kitérünk, tehát az a lényeg, hogy nem azt nézik, hogy akadályozza-e a terjedését a betegségnek, nem azt nézi, hogy mennyire véd az adott kórokozó által okozott fertőzésre, azt nézik, hogy az előző verziója az oltásnak mennyi ellenanyagot termeltetett, és ez mennyi ellenanyagot termeltetett. Ez az úgynevezett szigorúan ellenőrzött kutatás. Tehát a lényeg az, hogy ezt jegyezzék meg, az oltásoknak nincsen, egyszerűen nem végeznek klinikai kísérleteket. Pont. Ez nem az. Tehát nem úgy van, mint egy algopirinnél volt, vagy akárminél, nincsenek klinikai kísérletek kontrollcsoportokkal. Nincsen toxicitás vizsgálat, semmi nincs. Ha felmennek, ezt tudják ellenőrizni, ez erről szól. A következő, az orvosok tudják, mit csinálnak. Ez egy mítosz. Ez egy mítosz. Ez egy példa, az MMR-oltás, és itt mondom el, hogy miket értünk el, itt már lesz egy kis szelet. Először gyorsan elmondom, hogy mit csinálunk, esetleg valaki nem volt itt a múltból. Amiben új, ahogy elkezdtünk dolgozni, az az, hogy korábban arra játszott mindenki, hogy időt nyerjünk, a hatósággal nekiállunk küzdeni. Mi most nem ezt csinálunk, hanem azt csináljuk, hogy az oltás aloli mentességhez kérünk egy szakvéleményt az orvostól. Az most tök mindegy, hogy milyen indokkal. Az orvos ezt elutasítja. Ezt mindig. Nincs olyan gondolja. Ne gondolják, hogy meg agyam, ezt el fogom mondani az orvosok, hogy nem fogja megadni. Utána ráugrunk az oltási tanácsadóra, és tőle kérünk. Ő is azt fogja mondani, hogy beadható az oltás. Ezután betereljük az oltási tanácsadót és az orvost, mert nem adta meg a szakvéleményt, és kezdeményezzük a hatóságnál az oltás aloli mentességet. Mert a hatóság jogosult megadni az oltás aloli mentességet. Viszont, mivel a perem folyamatban van, ezért ő nem dönthet a mentesség kérdésében, míg ez a perem az orvos ellenben nem fejeződött. Viszont mivel mentesítési eljárás van folyamatban a hatóság előtt, ezért nem bírságolhatnak, nem kezdhet el ilyen nagy álmodóság a nyakamba, meg semmi, mert ez kimondja a törvény, hogy amíg a mentesítés eljárás alatt nem dönt jogerősen a hatóság, addig nem lehet az oltás kényszerítése érdekében semmilyen eszközt igénybe venni. Tiszta? Körülbelül mit csinálunk? Jó? Itt különböző fokozatai vannak, ahol előre haladtunk, van vagy 60-70 ügy. Egyszerűen annyi dolgunk van, hogy nem tudom, nem tudtam összeszedni, összeszámolni, komolyan elnézést kérek, 60-70 ügyünk van, az ország különböző pontjain, ezért különböző tapasztalatokról fogok beszámolni önöknek. Menjünk vissza, Léci, az előzőre, itt, ide. Az MMR oltás, az MMR ismétlő oltás az egyik, az egy kampányoltás volt szeptember-októberben, amivel küzdünk. Nagyon fontos tudni, hogy az MMR oltás 15 hónapos korában, tehát az klientúrán nagy része, az, illetve mindenki, aki MMR oltás ismétlőbe érintett, a kisgyereke, tehát a gyereke, amikor 15 hónapos volt, megkapta az MMR-t. Tehát ez egy ismétlő oltás lenne, a második oltás. Ki mondja, ez az MMR adagolás, ha sárgítottat olvassa, 12 hónapos vagy annál idősebb személyes egy dózist kell kapjanak. A második dózis azon személyeknél szükséges, akik bármilyen okból kifolyólag nem reagálnak az első dózisra. Magyarul van ellenemka. Ehhez nem kell Nobel-díj, ezt így elolvassa az ember, laikusként érti. Ez egy egyadagos oltás, 15 hónaposan kapott a gyerekem egy oltást, akkor mi a logikus? Mit kellene egy orvosnak csinálni? Ezt úgy hívják, hogy indikáció, alkalmazási előírás kötelező az orvosra.
ez a MMR alkalmazási előírása kötelező az orvosra. Mit kéne az orvos csináljon? Az összes iskolaorvos, az összes gyerekkel elküldi el MMR vizsgálatra. Mit csinál az összes iskolaorvos? Nem küldi el MMR vizsgálatra, hanem lobotómia, beoltja. Na most, van körülbelül legalább 30, de lehet, hogy több MMR ellenanyag. Ott láttam, Peti, te mennyit? Jó, akkor van egy olyan 40-50 fős, az nem statisztikai, de azért elég sok, az ország különböző részéről, 11-12 éves gyerekek. A minimum az volt egy 11 éves oldal, 11 évvel ezelőtt megkapott oltásnál, hogy mindegyiknél 4-5-szörös volt az ellenanyag mennyisége, ahhoz képest, ami a védettséget jelenti. De nekem volt olyan több kliensnél, ahol úgymond kiakadt a mérleg, mert a maximum, ami van, az 30-szoros, és annál, tehát nem volt mérhető, olyan magas az ellenanyag. Na most én nem vagyok orvos, de ezt úgy csöndben mondom, és minden orvos azt fogja mondani, ez a gyerek, ez a autoimmun beteg. Még nem tünetel, tehát nekem az összes kliensem 100%-ban még lehet, hogy nem tünetel, de akinek megnéztük az ellenanyag szintjét, mindegyiknek az egekben van, mind autoimmun beteg. Nem volt egyetlen egy olyan gyerek sem, és ők nem betegek, tehát nem azért jöttek, hogy betegek, abszolút, tehát ő még nem tünetel, majd fog, sajnálom, tehát hogyha nem történik vele egy csoda, lehet ez ellen dolgozni, úgyhogy az orvosokkal, tehát hogy már erről volt szó, tehát visszatérve, ezt elküldjük az orvosnak, erre kérjük a mentesítést. 30-szoros az ellenanyag. Erre mi történik? Lapozzunk. Megkérdezi az anyuka, ez egy baráti orvostól, tehát ő még nem is, tehát ő egy családtag. Azt meg tudnánk oldani, hogy elviszem a sajnos, hogy MMR oldal, a vírus szem feketén feje, akkor is a kötelezőben tudtam, akkor lenne szabad, de ez az anyuka. Lapozzunk. Tés elmondja, valamit ott ír, elismeri az orvos, hogy T-sejtes immunitása biztos van. Magyarul elismeri, hogy végre. Következő. Tudomásom szerint nem is mérnek, hiszen nem a lézé, hanem a sár. Tudomásom szerint nem is mérnek ellenanyagot, magánállapotban sem. A Cezer intézetet lehet felhívni, hogy ők még mellékünk, ők foglalkoznak ezzel a problémával. Aki ügyfelemnek egyetemben bekocog egy szillapba, egy medikoverbe, tehát ő elküldeni a Cezer intézetbe, elismerő védet, de egyébként be kell adni, és szegény MMR oltás. A vérvétel nem, tehát ez így orvosilag, ami ide van írva, egy nonsens. Ennek így egymás alatt így nincs értelme. Jó, menjünk tovább. Ez egy másik. Az oltási tanácsadó. Az oltási tanácsadók is egy mítosz. Az oltási tanácsadó, itt most pont beszéltük a Zsolttal, az szerepel az gyerekorvosok fejében is, és a hatóság fejében is, hogy ő egy szakértői intézet, egy különlegesen kiemelt szakudással rendelkező embercsoport, akik felülírhatnak minden orvosi szakvéleményt oltásukban. Az egész jogrendszerben az oltási tanácsadóról egyetlen fél mondat van, amikor felsorolja az MM rendelet, hogy kik az oltó orvosok, az egyik az oltási tanácsadó. Ennyi. Tehát semmi több, majd még lesz róluk szó. Ez az egy fél mondat, tehát az egy mítosz, hogy ő a hatóság által kirendelhető szakértő, az egy mítosz, egy tizenvalahány éve a joggyakorlatba belekerült, semmi jogalapja nincs, hogy ő jogosult fölülbírálni, és erre ők is rájöttek, mióta tevékenykedünk majd mindjárt. Az elején, mikor elkezdtük őket kérdezni oltásügyben, akkor azt válaszolták, mindegy, más baj is van. Az MMR, az a lényeg, hosszú távú MMR elleni védettség érdekében szükséges a második oltás, amely a jelenleg helyzetben abszolút indikációt jelent. 4 hete itt konyarójárványból tudták. Pedig tényleg mindenhol a környező országokban MMR egy oltás után a védettség
és nem biztos, hogy szükséges a második oltás. Egyébként a gyereknek olyan 30-szorosak anyagú elleni ellenanyaga, de ez egy oltási tanácsadó. Vajon annyit kérdeztünk tőle, hogy MMR oltás adható-e, mert az indikáció szerint nem adható. Javasolt továbbá szezonális influenza elleni oltása, meningokokusz elleni oltása életkora és életvitele miatt javasolt. Fogalma nincs a gyerekről, nem tudja, hogy kicsoda, nem tudja, mi az, hogy életvitel, tehát fogalma nincs, és a családtagok szezonális influenza elleni oltása szükséges. Mondja az oltási tanácsot. Annyit kérdeztünk, hogy MMR ismétlőt adható-e. Ez a válasz. Ez a szülő szintén jól tájékozott, elolvasta, elmondja neki, de hát azt mondja, hogy egy dózis, meg két dózis. Hogy akkor, ha van MMR-nek. Válasz. Sajnálom, ha nem voltam megnyugtató, tudod, ez is egy szakma, amit én művelek. Mondja az oltási tanácsadó. Jó? Tehát ez egy oltási tanácsadó, ez volt az első, ahogy elkezdtünk dolgozni, olyan 10 napi ilyen stílusba válaszoltak. Lapozzunk. Ja, itt folytatom az oltást, ezt majd utána elmondom. Aztán az első hét után, mikor mondtuk, hogy indikáció, és néhány feljelentést tettünk a rendőrségnél, mivel indikáción túli gyógyszer alkalmazása bűncselekmény foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, az oltási tanácsadók visszavettek, egy hétig nem válaszoltak. Tehát volt egy hét, amikor mindenkit elküldtek, és az egész családot meg kell oltani. Aztán rájöttek, hogy egy hétig hallgattak, utána rájöttek, hogy ő tényleg csak egy mondatra rúg a törvénynek, és azt mondták, hogy nincs hatáskörük. Aztán egy hétig azt válaszolták, hogy ők nem válaszolhatnak, mert hogy nincs hatáskörük és illetékességük, még ilyen szavakat is használtak. Akkor visszaírtuk nekik, hogy de van, mert szabad orvosválasztás van, és mi úgy döntöttünk, hogy te leszel az oltóorvos, és az egészségügyi törvény alapján te kénytelen vagy válaszolni. Akkor megint elkezdtek válaszolni, és akkor nagyon kedvesek lettek, és majd még számolunk eredményekről, és akkor azt válaszolták, hogy akkor kedvesek lettek, és nem ilyeneket írtak, hanem elkezdték elolvasni, amit írunk, és akkor nagyon kedvesen válaszoltak, ilyen mondatok a kezdetben. Megértjük, hogy aggódik gyermeke oltása miatt. Meg szeretnénk nyugtatni önöket. És akkor például a hepatitis B oltás, azt még gyorsan megmondom, az is eredmény, az engedélyt B oltásnál, ugye leírtuk azt, hogy sütőéreszt tenyésszék, ami még fel van ütve egy kis rekomin, vagy antibiotikum rezisztens E. coli baktériummal, és ez Crohn betegséget okoz. Mert hogy beoltják a gyerekbe, és termelődik, ugye az a te diádon volt, az az asszal, termelődik, tehát nálad a gyerek tipikusan nem életlen, tehát krónbeteg lesz a gyerek, és egyébként ez egy STD, szexuális úton terjedő betegség. Én ugye 13 évesek vagyunk, se intravénásból használunk, nem vagyunk, se nem élünk szexuális életet, és egyébként se tervezzük, hogy homoszexuálisok leszünk, mert általában ez azok között terjed. És nem kérik az oltást, meg egyébként is, nem egy verhelkodó alapunk, ilyeneket szoktunk írni, és van benne sütőélesztő válasz. Nincs benne sütőélesztő. De egyébként, ha lenne benne is, az nem gond, mert életes korában gyermek nagyon sok sütőélesztőt, ez egy alapos tanácsadó, nagyon sok sütőélesztőt megevett már, és akkor így visszaírja az ember ügyvédként, hogy amikor megeszünk valamit, akkor a szánkba bekerül, és akkor ott a nyál, és akkor az elbontja, és akkor utána lekerül a gyomorba, és ott a gyomorsav, és az enzimek, és ezt nem tehető egyenlőséggel e közé, és a közé, hogy beinjektálják a vérembe, ad egy, ad kettő az, hogy nincs benne, az nem igaz, és akkor egy egyetemi tankönyvnek az oldalát bemásoljuk neki, amivel elírjuk, hogy 5-10% benne a sütőélesztő, ezt tanítják az egyetemen, mert ugye az András beszélt róla, hogy a tártalaj mindig megvan, te is beszéltél, a tártalaj mindig megy az oltása. Tehát itt tartunk, tehát a mítoszok lerombolása. És hozzátartozik, én nem mondom, hogy az orvosok miért, egyáltalán nem. Nem gondolnám, hogy ők ezt direkt csinálják egy értelemben. Én azt mondom, hogy lobotómia, tehát hogy ilyen
nem működik, tehát nem működik az agy. Tehát, hogy nem tudok más mondani. És ez például szintén, ez egy nagyon szomorú történet. Figyeljetek! Lassabb csecsemőkori fejlődés, hasonló hátrafeszítette születésétől a fejét, emlékeznek, mint mondott az András is beszélt róla. Anya mellkasáról is feszengett, 8 hónaposan megkülönböztetett szüleit idegenektől, felhőzte magát előzőnek MMR-oltás, beadásos követő 12. kórtában az egészet nyugtalan lett, rózsaidős lett a gyerek, utána elkezdte küfölni a fejét, fejelgeti a padlót, a kisgyerek jelente valami kórosat, itt ezt nézünk véleményt, fejütögetés nem jelez betegséget, vagy elterülő fejlesztést, fokozott energiálevezetésnek tartani. Ez így. Ez ugyanaz a gyerek, diagnózis, vagy hiányos anémia, emlékeznek a Peti előadására. Ez a gyerek egy oltás is sérült, nem kicsit egyébként, hanem nagyon. Menjünk tovább, Mezsé. Itt is, tehát ez mind azt leírják, ez ugyanaz a gyerek, tehát ez a kis gyerek, ez 2 év alatt eljutott a teljes autizmus, nincs immunrendszere, semmi, de ő fokozott energia levezetéssel venni a fejét a padlóba. Most az anyukája azt szeretné elérni, van egy kis testvére, aki 2 hónapos, hogy legyen egy gyermeke. Tehát ő az egyik kliensünk, ez a testvérének az előzményei. Menjünk tovább, tehát ez csak mindig a mítosz, az orvosok azt hiszik, tehát hogy tudják, hogy mit csinálnak. Van egy, a Müller Ceciliának van egy csodálatos anyaga, és ezt tényleg szó szerint mondom, tehát nem gondolodok. Nagyon jó az oltásokról, és a rendszer működéséről. És ez az anyag, ez nekünk jó, és azt mondja, amit mi. Én ezt nem találkoztam ezzel az anyaggal, csak most peres ügyeinkre is már használjuk. Azt mondja, itt beszél a klinikai védőoltási szaktanácsadóra vonatkozóan, önálló szakmaként nem szabályozó, nem megállapítottak a működés minimum feltételei, nincs erre a speciális szakterületre vonatkozó továbbképzés, így a szükséges jogi ismeretek elsajátítása sem, ez egy mondat, körmondat, mindegy, tehát nincs. Tehát magyarul az oltási tanácsadók, mint olyanok, gyakorlatilag nem léteznek. Aki, ha mindenkit elküldenek, a hatóság mutogat rájuk, mint Atya Úristenre, nincs. Egy mítosz. Nincs. És mi történt most? Engedjük fél. Ugye ezt a kicsit szórakoztunk velük a sütőjelesztővel, aztán abba hagytuk, mert mindig kicsit másképp csinálunk, hogy ne szokjanak meg minket. Azt írtuk most, hogy terveztük, hogy nem mondanak igazat az NGRX-B tájékoztatójában ez a hepagrén, mert hogy hát van benne hibán. Nem is kell is. És ezzel oltják a gyerekeket, de ez semmi, mert ugye én jogász vagyok, úgy értem, hogy semmi, nem is ez a baj, hanem az a hamis gyógyszer, azt úgy hívják, hogy hamis gyógyszer, gyógyszerhamisítás büntette, hogyha nem tartalmaz egy gyógyszer leírata, hogy mi van benne. És a higanyelék fontos. Úgyhogy ezt írtuk nekik 10 napja, azóta nem válaszolnak megint az oltási tanácsadók. 3 napra van egy olyan hivatalos oltásos weboldal, amin a WHO is ide mutatja, ide irányítja, aki Magyarország oltási rendszeréről akar tudni, meg az Európai Unió is, azt 3 napra lekapcsolták azt a weboldalt, mert onnan szoktunk tájékozódni. Pénteken pedig leszették az összes engedélyt az összes ország összes gyógyszertárából, tehát pillanatilag nincs engedélyt. Úgyhogy, tehát ne gondolják, hogy minden feljelentésünket eddig visszautasították az MMR miatt, hogy indikáción túl gyógyszer rendelés, mindet, és mindenhol annyit írtak, hogy az oltás kötelező, az oltás kötelező, az oltás kötelező.
A panaszba beleírtuk, már a másodiknál kicsit beláttam, hogy hát ezt a lobotomiát éppen így nem, de hogy érdekes, hogy a hatóságok csak annyit tudnak ilyen, hogy az oltás kötelező, az oltás kötelező, az oltás kötelező, ezt se olvasták a feljelentést. Szerintem elolvasták. Elutasították a feljelentésünket, ez pénteken történt, a csütörtökön múlt héten, de elolvasták. És leírták azt, menjünk tovább. Lehet, hogy még nem jutottunk oda, lépjünk tovább. Ezt majd el fogom mondani. Tehát a szegedi ügy eljutott oda a rendőrség, hogy azt mondta, mert a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésnél az nagyon fontos, hogy az egészség veszélybe kerüljön. A foglalkozási szabály megsértése miatt. És elolvasta, és nem azt mondta, hogy nem szegett az orvos. A kérdemel és nem vett ellenanyagot, mert ugye az a legnagyobb, hogy nem nézett ellenanyagot, ezért elkövette. Azt mondta, hogy valószínűleg elkövette a foglalkozás, tehát hogy foglalkozási szabályt szeget, de nem következett be a veszélybe, nem oltotta be a kliensemet. Na, és akkor hát megírtuk neki, hogy azért nem oltotta be, mert kézzel abban tiltakozott, hogy nem oltsa be, és olyannyira be akarja oltani, hogy ránk szabadította a családvédelmet, és olyannyira be akarja oltani, és ez konkrét eset, hogy az apuka, mert van néhány szülő, aki tükkel viccottal, csak hogy ne verjen meg az orvosokat, tehát hogy az apuka bement az orvoshoz, már tett valami, hogy leolvítsa a fejét, és mikor kijött, akkor ott volt a lánya az osztályfőnökkel. Az orvos egy rendelő előtt az iskolaorvosnál. És ki volt adva, hogy nem adhatja be. És kérdezte, hogy te mit keresel itt. És azt mondta az osztályfőnök, meg az iskolaorvos, hogy felhívta az anyuka őket, hogy beolthatják a gyereket. Éppen nem oltotta be a gyereket, és nem hívta fel az anyuka, hogy beolthatják a gyereket. Tehát ezt is leírtuk a fejlődésbe, hogy a veszély az folyamatosan fönnáll, mert annyira be akarja oltani a gyereket, tehát nem azért szüntette meg a nyomozást, mert az orvos nem, mert az oltás kötelező, tehát ez elolvasta. Tehát már itt is van egy áttörés, hogy azt mondta, hogy nincs veszély, tehát egy másik dologgal akart kapaszkodni. És itt ráadásul nem mindegy, szóval ez egy nagyon érdekes ügy. Megint Müller Cecília. Az oltás beadását az oltóorvos részére kötelezővé teszik, és elmondja a Cecília, az oltásban részesítés a beteg egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy egészségét meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná, mindegy, az a lényeg, ezt nézzék. Ha a védőoltás a beteg meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná, a kötelező oltást az orvos nem adhatja be. Mondom, lobotomnak, tehát az orvosoknak meg kell nézni, hogy beadhatja-e. Azt mondja, hogy miért szeszi a nevén, hogy nem adhatja be. Lapozzunk. Erzsébb, lapozzunk. Vissza egy kicsit. Fontos szem előtt, Müller Cecíliát idézem, fontos szem előtt tartani a jogszabályozást nem csak a szülőre, törvényes képviselőre, hanem az oltási folyamat többi résztvevőjére, az a védőnőre, az oltóorvosra és a hatóságokra is vonatkozik. A szankcionálás lehetőségre őket is érinti. Lehetséges szankciók, szabálysértési eljárás, eljárási bírság, kivételesen büntető eljárás. Mondja Müller Cecília. Nem csak a szülőre, hanem az orvosra. A hatóság többi szereplőnére, családvédelméseket is jelentettünk már fel többet. Menjünk tovább. Oltás elhalasztása, oltás valahogy mentesítés, ezt csináljuk, és mit csinálunk, ezt nem olvastam még akkor, de a Müller Cecília leírta, hogy ezt kell csinálni. A halasztás, tehát az oltóorvos is kezdeményezheti az oltás alóli végleges mentesítést, ezt kérjük mi, az oltóorvosnál, ezért pedig be, mert nem kezdeményezi. Eljárást. Ez azért szükséges hangsúlyozni, mert az esetek többségében a szülő az, aki az eljárás lefolytatását kezdeményezi, holott ezzel kapcsolatban az oltóorvos sokkal kompetensebb. Tehát a Müller Cecília leírta azt, amit mi csinálunk. 2015-ös ez a levele. Lapozzunk tovább. Ha visszatérve, az is egy mítosz, tehát itt most az volt, hogy a hatóságok tudják, az orvosok tudják, hogy mit csinálnak, mítosz.
Nem tudják, hatóságok kirendelik az oltóorvost, aki egy senki, Müller Cecília írta le, az oltóorvos sem létezik, vagy micsoda, az oltási tanácsadó sem létezik. Azt is gondolják, és egy csomó szülőnek van bűntudata, észrevettem, és félek a hatóságtól, hogy nem mondhatja a gyerekét. Az, hogy nem mondhatja valaki a gyerekét, az nem bűncselekmény, a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a kiskorú veszélyeztetési meg eredmény bűncselekmény a veszély kell hozzá, az, hogy a gyerek nem immunis, megnézzem, ugye a gyerekek immunisak a MMR-nél, a fertőződés ténylegesen fennálló reális lehetőséggel, mint veszélyeztető tényezés. Tehát ez itt nincs meg, tehát nem követel bűncselekményt, aki nem oltatja a gyereket. Lapozzunk! Tehát itt kimondta, akkor menjünk, hogy azt mondja a Müller Cecília, hogy nem családvédelem, hanem hatósági eljárás, orvosok, tehát semmi szerepe a családvédelemnek ebben. Ez nagyon fontos, hogy tudják, mert egy csomó helyen elkezdett a családvédelem nyomulni. És menjünk tovább. Még egyet. És a védőnök. Tehát ezek se tudják, hogy nézzenek oda, amiben van karikázva. Mit látnak oda? Idézés. Egy védőnő behívja a szülőt oltásra, és idézés. Idézést a rendőrség adhat ki, és a bíróság, és a hatóság. Tehát a védőnő hatóságnak képzeli magát. És ő idéz. A következő, menjünk tovább. Családvédelem. Látják, mi van odaírva? Behívó levél. Nincs odaírva, csak annyi, hogy behívó levél, jöjjön be. Ezeknek azt írtuk vissza, mert ekkor is kicsit mérges lettem, hogy tudjuk, hogy az ukrán háború miatt különleges jogrendet helyezett hatályba a magyar kormány, de azt nem gondoltuk, hogy egyedülálló anyákat is behívna a katonának, különösen nem, hogy a családvédelem ilyet tesz. Ha esetleg nem erről van szó, akkor kérjük tájékoztassanak, hogy milyen ügyről van szó. Erre erre rögtön leírták, hogy a védőnő felnyomta, mert nem akarja beadatni az oltást, nyilván nem így. És akkor visszaírtuk, hogy ugye jogszabályokkal, hogy semmi közük ehhez az eljáráshoz, a gyerekmentesítési eljárás van folyamatban, és följöntettük őket, mert hogy van erre bűncselekmény, hogyha ők olyat csinálnak, amire nem jogosultak eljárni. Jó, menjünk tovább. Ez egy feljelentés elutasítása a családvédelemtől, folytattuk. Nem tudom, látják-e, ez a zaklatás vétsége miatt feljelentettük a családvédelmet a rendőrség indokolásából. Köztudományú tény, nem jogszabályi hivatkozás, köztudományú tény, hogy amennyiben a család segítő szolgálatú jelzés érkezik, törvényi kötelezettségük annak kivizsgálása, mesék, mítoszok, protokollok, egy rohadás fogszabályt nem tud leírni. Köztudomású tény. Miatt? Erre mit írtunk? Lépjünk elsőt. Itt is belágtam. A határozat helyesen alapítja meg, hogy sem a védőnőnek, sem a család segítőnek semmiféle jogszabály felhatalmazása nincs oltás elmaradása esetén a családok életébe avatkozni. Kiemeljük, az alaptörvény 6. cikk első bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán és család életét, otthonát, kapcsolattartását és jól mindenkit tiszteletben tartsák. A második bekezdés szerint az állam jogi védelemben részesíti az otthon nyugalmát. Önök nekünk kirkának. Folytattuk. Felhívjuk a figyelmét a nyomozó hatóságoknak, hogy rendkívül furcsának tartjuk ezt az eljárásokat, mivel az alaptörvény olyannyira védendőnek ítéli a magánéletet, hogy az UCIK első bekezdés gépontjában a Magyar Szocialista Munkáspárt bűnei között felszólolja az emberek magánéletének törvénytelen megfigyelésére és befolyásolására törő titkos rendőrség létrehozását és működtetését. Van a védőnő, meg a családsegítő, meg a rendőrség, akik jogszabály nélkül járnak el, meg a rendőrség, aki elutasítja az én feljelentésem. Mi a francra gondoljak? Van itt egy kiskos rendőrség, engem megzárnak?
mert nem azt csinál, amit akarnak. Úgyhogy meg is kérdeztem. Azt szeretném kérdezni, hogy a fentiek alapján, tehát a nevezett védőm és a családsegítő munkatársai a nyomozóhatóság tudtával és beleegyezésével zaklatnak minket, amikor nem tartják tiszteletben a család életünket, az otthonunkat, a magánéletünket, amennyiben nem erről van szó. Úgy kérjük, hogy szíveskedjenek a fentiek alapján a nevezettekkel szemben a büntető eljárás lefolytatni. Tehát, hogy egy kicsit magadék, de hogy tudják már, hogy, tehát, hogy mítoszok, mert nem a köztudomásuk én. Jó, menjünk tovább. Ja igen, ez már volt, igen, menjünk tovább. Ez egy másik. Ez is. Ezt is egy kliensen kaptam. Ittatószám, ügyintéző, telefonszám, nyilatkozattétele, felhívás, kormányhivatal, ittani adatok, nyilatkozattétele, hívja föl, 10 napon belül nyilatkozom erről, meg arról, meg amarról, elekező esetben pénzbírság. Miről van szó? Úgyhogy írtunk, lapoztunk, lapozzunk, megint nyilatkozatot, amiben ügyfélnek neveznek és pénzbírsággal fenyegetnek, gyermekem egészségügyi adataival kapcsolatban érdeklődnek, és leírják az indokolásban azt, amit én is tudok, mert elmesélték, hogy mi van. Az alaptörvény elszik alapján a nemzeti hitvallást tanulják meg. Ugyanis az egész jogunknak az alapja, csak általában nem tudják az emberek, és egy csomó, tehát 13 évig nem voltam a jogba, és a NER megváltoztatta magát a jogértelmezés szabályait is. Régebben az úgynevezett bevezető a jogszabályokba, az csak egy púder szöveg volt. Tehát azt senki el sem olvasta, hogy mászként, mert nem érni ilyen hülyeségeket olvasni. Ezért a nemzeti hitvalláshoz is, ami ki van tacepalozva mindenhova, azt gondolják, hogy egy púder. Nem. Az alaptörvény elcikke azt mondja, hogy az egész alaptörvényt a nemzeti hitvallás alapján kell értelmezni. És minden más jogszabály meg az alaptörvény alapján. Tehát az előző is, tehát a nemzeti hitvallást, ha tudja, és azon áll, akkor az elég erős talaj, és általában ők meg nem tudják. Szóval azt mondja az alaptörvényben, értékek, mert minden nem mennek a szervezetbe bele, hogy az emberi méltóság megvédi az embereket, és a polgár és az állam közös célja, hogy a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése, és a nyolcadik értékkijelentés az alaptörvényben a népuralom elve, amely szerint népuralom ott van, ahol az állam szolgálja a polgárai, ügyeiket méltányosan visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. És akkor még hoztam egy csomó állami, tehát közigazgatási rendtartási törvény. Tehát megkérdeztem tőle, hogy mondd el, légy szíves, hogy milyen ügyben, miről van szó, és miért kérdezel engem. Nem egy iktató számot írsz oda, és pénzbírsággal fenyegetsz, mert népuralom van, te szolgálod az én ügyeimet részrehajlás nélkül, tehát légy szíves, meséld el nekem, hogy miért ugráltatsz. És egyébként visszavesznek, tehát hogy a családsegítők is visszavesznek, ők még nem válaszoltak, de mindenki, akit, tehát hogy általában van még egy, az Petinél is jönnek. A hatóság azt gondolja, hogy ő adja az oltások elhalasztásáról a döntést. Ez nem igaz. Az oltás elhalasztása az egy orvosi döntés, és erről a döntésről értesíti a hatóságot. Annak még csak tudomásul se kell venni, annyi, hogy beteszi a fiók, hogy kaptam egy levelet. Ehhez képest a hatóságok, Kovács Piroska, két éve érettségizett kettesre, tápuló szerén ül, kap egy levelet, amiben a gyereknek magas az MMR ellenanyaga, az orvos nem lehet dönteni, ezért beküldte, mert az orvos se tudja, hogy milyen rendezvényen van, a Piroska meg főleg nem tudja, és akkor hoz egy döntés, hogy két éve mentességet kap, vagy elhalasztották az oltást. Ez úgy tűnik, hogy nekünk jó, nem, ez kuplerál. Tehát ez is egy mítosz, hogy a hatóságok tudják, hogy mit csinálnak, mert nem tudják. Ők is mítoszok alapján dolgoznak. Menjünk tovább.
Ja, ez jó, erről jó, ezt menjünk, ez is egy mítosz, nem tudunk semmit tenni, a kötelező oltások ellen, ez is egy mítosz. Ezt már elmondtam, mi leszünk a cipőben a kő, ha nem jöttetjük bűncselekményt, mert ugye egy kicsit hosszabb lett volna, csak összefoglaltam, bűncselekményt követünk el, a hatóságoknak engedni kell, különben elveszik a gyereket. Nem, nem kell engedni, észre kell, minden eszközt fel kell vennünk, ezt csináljuk, valamikor élvezzük, általában nem, csak akkor szoktam ilyen szarkasztikus izéket írni, de ezek mindig jogi alapja van, tehát hogy nagyon fontos, hogy ne féljenek és menjünk tovább. Ez, én mindig ezzel szoktam befejezni. Általában én keresztény vagyok, de aki nem is keresztény, azért van egy értékrendű az embereknek, és mindenféle bűnöket fel szoktak sorolni, és hogy általában nem gondolják az emberek, hogy emberölés, meg mit tudom én, mik a nagyon nagy bűnök, de a Bibliában az, hogy Isten milyen sorrendbe küldi ide a bűnösöket a pokolba, a legelső bűn a gyávát. A gyávátnak, a hitetleneknek, utálatosoknak, gyilkosoknak, paráznáknak, varázslóknak, bálványimádóknak és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóval lesz a helye, ez a második halál, Jelenések 21:8. Tehát én azt mondom, hogy legyünk bátrak, ne legyünk gyávák, mítoszok állunk szembe. Nagyon fontos tudni tehát, hogy nincs jogi alapja még ebben a eléggé szétszilált jogrendszerben sem annak, amit csinálnak. És nem szabályosan játszunk, tehát mi csinálunk, mi szabályosan játszunk, használunk minden eszközt, többek között a humort, nagyon fontos, mert ezzel rámutatunk, hogy mennyire hülye. Mikor behívó levelet küld, tehát azért megidézést, tehát hogy ettől nem kell félni, én azt mondom, hogy ne féljenek, és még valami, ha nem teszik önkéntes oltásokat, miután elveszítettük a pert 2-3 év után, és nem kapott mentességet a gyerek, hát eltett 2-3 év, megváltozott a gyerek egészségi állapota, tehát megint neki ez a gyermekem mentességét, rendi eljárás, és kérdezzük az egészet előről, és aztán eltegyük 15 év, a közben 3-4 ilyen eljárás belefér, tehát kitaláltuk az örömmozgót. Köszönöm szépen! A következő, Márti következik, ő a hatóságokkal való iszapírkózásról fog egy kicsit mesélni nekünk. Úgyhogy fogadják szeretettel a Mártit. Igen? Ja, mi akkor csinálunk, senkit nem adottak be. Ja, és most a Lepabélen nem fognak tudni egy darabig senkit, mert nincs volt jó anyag. Valami rejtényes oknál kifolyóra, eljöttünk a rendelük végig. Figyelmet kérek, egy rendkívül esemény történt a csütörtökön. A Tamasi doktor úr egy nemzetközi színvonalú előadást tartott a Covid-ról és a sumák oltásról, mégpedig nem egy egyetemen vagy egy médiában, hanem a Pesti Kerületi Bíróságon. Erről az anyagot szerencsére sikerült felvennünk, ma délben felkerült, 3 órától megtekinthető, most közel 400-an nézték már meg, úgyhogy ezt ki a tévén bárki megnézheti. Ez az előadás február 27-én 8 óra 30-kor fog folytatódni a WHO-val. Mindenkit szeretettel várjuk. Védettem volna, és a rendőrszakközépen a rögi képzésben állunknak volt egy szlogánja, miszerint háború
szerint háborúban nincs vasárnap. És ugye most is elbizonyítja jobban, hogy itt ennyi ennek vagyunk vasárnapot, nem vasárnapján. Háborúban tényleg nincs vasárnap, és most itt vagyunk. És miért is van háború? A 39.2007-es alkotmánybírósági határozatban kimondta először az alkotmánybíróság kötelező oltásos rendszere, az nem alkotmánysértő. Aminek az indoklása az volt, hogy mivel 14 éves korig, 14 éves kor alatt a gyerekek úgyse tudják, hogy mi a jó nekik, ezért nincs önrendelkezési joguk, ezért az önrendelkezési jogokat nem sérthetik. Azt, hogy a szülők képviseljék ugye a gyerekeknek az önrendelkezési jogokat, pedig azzal lőtte ki, hogy ez az oltásos téma olyan szakterület, melyhez a szülő sem érthet tulajdonképpen annyira, ezért az államnak kötelezettsége a gyerekeket megvédeni a szülővel szemben, azaz háborút hirdetett a szülőkkel szemben az oltások tekintetében. És akkor szedünk következőt. És föl is állította a hadseregét, ami ugye elég sok részből áll, meg sok hatóságból, és sok segítője van, ami azt jelenti, hogy eléggé, úgy látom, hogy fél a szülőktől, tehát eléggé komoly ellenfélnek tartja. Ugye a népegészségügyi hatóság, meg a rendőrséget, az, akit megjelöltem, hogy a fő hatóságként, a rendőrséget kezdeném, mert ez a viszonylag legrövidebb. Tehát a 2029-2009-es akkor még legfelső bíróság kimondta egyébként, hogy gyakorlatilag a kiskorú veszélyeztetése akkor még a BTK 195 szakasz alapján volt egy 1-5 évig terjedendő bűncselekmény, ugye a kiskorú veszélyeztetése, és ezt megelőzően igenis, akik az oltást megtagadták a szülők, azokat igenis büntető eljárás alá vonták, sőt esetleg hogy az elég súlyos bűncselekmény volt, akár szabadságvesztéssel is büntették. És gyakorlatilag én azért szoktam mondani, hogy minden csata, minden szülői csata nagyon fontos, mert gyakorlatilag azok a szülők, akik elvitték egészen a legfelső bíróságig akkor, azok megnyertek nekünk egy csatát, és egy hadseregnek az egyik hatóságát ki is lőtte, mert a rendőrség az innentől kezdve nem nagyon szól bele ezekben a vitákba, hogyha feljelentést tesznek kiskorú veszélyeztetése miatt a rendőrségnek, azok nagyon szeretik erre hivatkozni, megszüntetni az eljárást. Úgyhogy büntető eljárás nem fog indulni e tekintetben. Itt egyébként megjegyezném, hogy maga a 2007-es alkotmánybírósági 2007-es alkotmánybírósági határozat és egyébként egy győztes csata volt, mert annak ellenére, hogy mondjuk az alkotmánybíróság nem mondta ki a kötelező oltásoknak a alkotmánysértő jellegét, annak ellenére ugye elérte az a család, aki ezt beadta, hogy onnantól kezdve, amíg folyik a peres eljárás, addig nem lehet végrehajtani gyakorlatilag az oltásokat. Ezt megelőzően igenis kényszeroltották a gyerekeket jogorvoslatra tekintett nélkül. Úgyhogy ezért is mondom, hogy minden egyes csata, minden egyes szülői harc nagyon fontos, mert sohasem lehet tudni, hogy melyik ügy lesz a pont az híre, és hogy mikor, melyikkel érünk el még egy lépést, amivel nekünk könnyebb lesz, és könnyebb lesz azoknak, akik nem akarják a gyermeküket oltatni. És akkor menjünk tovább. Ugye az elsődleges hatósága ugye a népegészségügy. Tehát a népegészségügy az első körön a védőnőt küldi maga. Tehát őnek a legnagyobb segítője a védőnői szolgálat. A védőnő az, aki számon tartja. Ugye minden gyermeknek van egy védőnője, és ő az, aki számon tartja, hogy mikor jön a következő aktuális kötelező oltás, és amennyiben a szülő önként nem oltat, akkor háromszor írásban megkeresi ugye a szülőt, hogy önként oltasson. Itt szeretném megjegyezni, hogy ez a háromszoros írásbeli feltöltés, ez nem papírcetli, nem e-mail, ez postai úton kell, hogy történjen, és a postai úton történő tértéveményen kell, hogy történjen. Most ha a postán érkezik egy ilyen levél, akkor ugyanolyan jogunk van nekünk az utolsó napon felvenni ezeket a leveleket, mint az első napon. Ez az úgy történik, hogy postás nem háromszor, hanem kétszer csenget. Először mondjuk csönget hétfőn, hogy akkor vegyék át a levelet. Ha nem veszük át, akkor csönget következő hétfőn, és akkor következő héten
kellett, nekünk kell csöngetni a postán, hogy akkor szeretnénk fölvenni a levelet. És akkor gyakorlatilag ugye eznek háromszor kell megtörténnie, ami azt jelenti, hogy itt is egyébként hónapokig lehet a levelezgetés a védőnői szolgálattal. Most a védőnők egyébként szóval is szoktak kommunikálni a szülőkkel, és hát próbálják ugye a szülőket rávenni arra, hogy önként oltassanak, amely során ugye leírják, hogyha nem oltatnak, akkor hatósági eljárást tudnak kezdeményezni velük szemben, több milliós bírságot kaphatnak, és akár ugye hatóság elvinti a gyerekeket. Tehát ilyen módszerrel próbálják a szülőket rávenni az önkéntességre. Ebben még segíti őket a házi orvos, meg az iskola orvos, tehát ha ne találtál velük is beszélnünk, akkor ők is meg szokták erősíteni ezt, hogy igen, tehát ilyen következményei lehetnek. Most ha némely szülő arra mer hivatkozni, hogy ő ugye tart az oltástól, és ez korábban oltás utáni szövődmények voltak, akkor ugye jön a Jolly, a házi orvos, meg az iskola orvos, akkor elmondja, hogy akkor menjenek az oltásra tanácsadóba, mert ugye ő a szakértő ebben a kérdésben, és ugye Amerika is elmondta, én nekem is emlékszem, tehát az oltási tanácsadó jogilag nem létezik, nem szakértő, nem kezeli orvos, nem javasolt a gyermeknek az oltatósági kérdésében választ adni. Én azt gondolom egyébként, hogy az oltási tanácsadó az mind az orvos, mind a betegnek a megtévesztésére szolgál. Tehát az infektológus az egyetlen orvosi szakterület, aki valójában nem gyógyít, csak javaslatot tesz az oltásra. Ha lényegében nem gyógyít, akkor egyáltalán lehet-e orvosi szakterület? Hát én azt így nem nagyon... Én véleményem szerint nem. És ugye az a lényeg, hogyha az oltási tanácsadó ad egy véleményt, akkor utána a kezelő orvos már nem fog, mert azt fogja gondolni, hogy egy olyan szakterületen ad véleményt, amelyhez ő nem ért. Tehát úgy szokták mondani, hogy olyan, mintha egy orvos belgyógyászként kardiológiai véleményről adna véleményt, a kardiológusként adna véleményt, csak azt nem értem, hogy egyébként az miért nem zavarja őket, hogy egyébként szívműtéteket végeznek, tehát végzettség nélkül szakvéleményt nem adnak, nem ütenek, mert ugye oldani meg oldanak. Tehát, hogy tehát az oltási tanácsadókhoz én egyébként nem nagyon szeretek bemenni, mert nem nagyon szeretem egy mínusz véleményen indítani akár az eljárást, hogy van egy véleményem, hogy gyerekem oltható, mert ugye ők mindenféle vizsgálat nélkül le fogják írni. Ugye, ha nem megyünk el az oltási tanácsadóba, és nem is oltatjuk a gyerekünket, akkor ugye jön a népegészségügy, és először felhív. Tehát ez még nem egy, nem maga egy eljárás, nem egy határozat, ez egy felhívás. Tehát ő nagyon szeretné, hogy önként oltassuk a gyerekünket, tehát ezért szólítatnak rendszeresen minket, hogy önként oltassunk. Itt megjegyezném, hogy ők már hatóság, ami azt jelenti, hogy elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Ha elektronikus, tehát akinek van ügyfélkapuja, akkor a hatóság köteles megkísérelni, ügyfélkapunk keresztül kiküldeni ezt a levelet. Hogyha átvesszük ezt a levelet, akkor annak az a jobb következménye, hogy innentől kezdve mi hozzájárultunk ahhoz, hogy elektronikusan levelezgetünk a népegészségügyen, és bármikor, hogyha postán vagy bármilyen módon jó nyilatkozatot teszünk, úgy teszünk, mintha nem is tettünk volna. Viszont, hogyha nem veszünk föl az elektronikus, az ügyfélkapunk keresztül érkező levelet, annak azon nincs semmi jobb következménye. Tehát én azt mondom elsőkörön, hogy ezt ne vegyük át, és ezt követően nekik kutya kötelességük ezt postai úton is megkísérelni, és akkor ugye ott is ott van, hogy megint, hogy kétszer csöngjön a postás, harmadszorra vegyük fel. Azt senkinek nem javaslom, hogy ne vegyék fel ezeket a leveleket, mert akkor az nagyon... Tehát, hogy igazából van egy törvényi vélelem, ami alapján az jogerőre emel, vagyis hogy igazából a kétfesítési vélelem az beáll. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanolyan jó következménye van, mint hogyha felvettük volna, de nem tudjuk, hogy mi van benne, úgyhogy nem is tudjuk tárolni. Tehát, hogy ezeket a levelek azért fel kell venni, de nem feltétlenül az első napon, hanem az utolsó napon ugyanolyan jogunk van hozzá. Jó, hát ha a fia felhívásnak se teszünk eleget, akkor ugye jön a Nemzeti Népegészségi Központnak a népegészségünknek a végzése, ami szerint elindítja az eljárást. Tehát ez mindig nem egy határozat, hogy elrendeli az oltást, hanem csak elindítja, és van neki 60 napos ügyintézési határidője.
Ez megint lényegében megint arról szól, hogy próbálja a szülőket rávenni, hogy az oltást önként adassák be. Hát itt vita van a hatóságoknak köztem, hogy mit kellene nekik bizonyítani, mert ugye ők azt gondolják, hogy az össztársadalmi érdek a kötelező oltások rendszere, és hát nekik szerintük csak annyit kell bizonyítani, hogy a gyerek nem kapta meg az oltást. Szerintem azért ennél sokkal többet kell nekik bizonyítani, mert az oltás beadása nem csak, tehát hogy az oltói egyezménynek a 2002 évi 6-os törvény 6. cikk 1-es pontja kőkeményen leírja, hogy beleegyezési képességgel nem rendelkező személynek csak a saját közvetlen javát szolgáló beavatkozás hajtható végre. Azaz össztársadalmi érdekre hivatkozva egyetlen egy oltás sem lehet elrendelni, minden egyes esetben a hatóságnak úgy a kötelessége lenne vizsgálni, hogy az a gyereknek is az érdekében áll-e, azaz nem hal bele, nem szenved egy súlyos egészségromlást tőle, vagy nem erokkal meg tőle. Na most ezt ők nagyon nem akarják vizsgálni, mert ugye azt gondolják, hogy ez a szülőnek a feladata, és a kezelőorvosnak. Pedig ugye gyakorlatilag a VTK 160 szakasz alapján az emberölés, azaz büntetni rendeli azt is, aki kiadta az utasítást, azt is, aki végrehajtotta, azt is, akinek meg kellett volna akadályozni, de nem tette nem ezt semmit. Tehát gyakorlatilag, ha átmegyünk a stop táblán, mindenkinek kötelessége szigálni. A hatóságoknak is. Tehát és ők ezt jelen pillanatban azt gondolják, hogy ők nekik nem kell szétnézni, úgy rendelhetik el az oltásokat, hogy ők nekik nem kötelességük vizsgálni, akkor bárki belehalhat-e. Hát ez még egy csata lesz velük. Hát ugye ők nem vizsgálják azt, hogy a gyermek belehalhat, általában össztársadalmi érdekre az oltásban, általában össztársadalmi érdekre elrendelik az oltásokat. Ugye, amit egyébként utána meg lehet támadni a törvényszéknél, kúriánál, alkotmánybíróságnál, és gyakorlatilag évekig elhúzódhatnak ezek a eljárások. Mentesítési eljárást lehet kezdeményezni újra és újra, ami ugye ez arról szól, hogy nekik nagyon meg kell dolgozni a pénzükért, amit nem nagyon szeretnek. Ha nem tesszük meg ezeket, tehát ha nem hiszük a jogorvosnak lehetőségeinket, nem merítjük ki, nem folytatunk mentesítési eljárást, akkor viszont egészségügyi bírságot szeretnek alkalmazni. Ezt a 91-es törvény alapján, ez az EHI törvény alapján, ezt azért szeretik, mert ez objektív alapú, azaz nem kell vizsgálni, hogy az oltás beadására miért nem került sok. Bírság mértéke 30 000 forinttól 50 000 forintig terjedhet, vagy 5 millióig terjedhet. Álláspontja szerint újra és újra kiszabható, jogorvoslatért is fizetni kell. Ez egyébként jogszabálysértő, mert gyakorlatilag egészségügyi bírságnak nincs helye kiszabni, mert neki a szabálysértési törvény alapján kellene lefolytatni az eljárást, amit azért nem szeret, mert ott nem csak azt kell vizsgálnia, hogy az oltás megtörténte, hanem gyakorlatilag azt is, hogy az miért nem történt meg. Nem esetleg beteg volt-e a gyerek, nem az orvos szabadsága volt, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy neki a bűnösséget is vizsgálni kell. A bírság mértéke 6500-tól 200 000 forintig terjedt, tehát lényegesen kisebb van a terjedelme. Csak egyszer szabható ki, és ráadásul még a jogorvoslat is ingyenes. Tehát ez nem annyira ijeszti meg a szülőket, és ezért ezt nem szereti alkalmazni. Tehát többször egyébként kiszabtak egészségügyi bírságot szülőkkel szemben, akik néha egyébként meg is nyertük rendszeresen, és a bíróság meg is állapította, hogy nem volt helye, szabálysértést kellett volna lefolytatni. Hát most éppen a kúria vizsgálja, mert most már besokalt a népegészségügy, hogy állandóan meg van szüntetve nekik a bírságoló határozatai, meg vannak semmisítve. És itt elmondanám egyébként, hogy ugye, ha először egy 30 000 forintos bírságot szabnak ki, sokszor azért nem támadják meg a szülőt, mert úgy vannak vele, hogy kifizetik, és hogy azért nem érdemes akár se ügyvédet fogadni, sem nem érdemes velük foglalkozni, viszont azt kell tudni, hogy ez nem fog megállni. Tehát utána jön a 100 000 forint, utána jön a 200 000 forint. Tehát ez már az első 30 000 forintos bírságnál nagyon érdemes keresni, neki menni, és gyakorlatilag keresettel megtámadni, hogy csírájában leszoktassuk erről a hatóságokat. Jó, tehát
ha nem egészségügyi bírságot szab ki, akkor ugye egyébként a határozatának a végrehajtó hatalma a NAV, aki először felhívást végez, és hogy önként teljesítsék az oltást, majd utána 200 000 forintig terjedő bírságot szabhat, majd 500 000 forintos, és utána pedig utolsóként ő maga hajtja végre az oltást, amit nem nagyon szeretnek ők sem. Itt megjegyezném én is, hogy gyakorlatilag a NAV-nak is az összes határozatát, akár a felhívást is meg lehet támadni. Kétszeres fellebezés, keresett kúria, alkotmánybíróság, ami azt jelenti, hogy a végtelenségig lehet elhúzni az eljárást, és utána gyakorlatilag kb. 3 év után elérül a végrehajthatóság, ami azt jelenti, hogy újra kell kezdeni a hatóságnak, ismételtetlenül kell rendelni az oltást, hogyha ez nem vezetett eredményre. Jó, ahogy mondtam, ugye a hatóságok azok fizetésért dolgoznak, és ugyanazt a fizetést kapják akkor is, hogyha ezeket a határozatokat megírják, meg akkor is, hogyha nem. És igazából nem annyira szeretnek a fizetését és ügyért dolgozni. És hát különböző, az évek során különböző taktikákat dolgoztak ki arra, hogy amellett, hogy megy a kereskedés, a szülőket hogyan vegyik arra rá, hogy mégiscsak önként oltassanak. És az egyik ilyen módszerük ugye az óvoda és az iskola. Tehát korábban volt egy módszertani levél, amelyben ugye azt mondták, hogy közösségben csak oltott, csak az oltási státusz, tehát az összes kötelező oltással rendelkező személy vehető fel, és ebből kifolyólag, tehát akiket már felvettek a közösségben, megkísérelték kizárni, akik pedig még csak felvételre vártak, azokat pedig nem vették fel az oltatlansági státuszuk miatt. Már most 2016-ban az alapvető jogok biztosának jelentése megszületett, ez is egy győztes csata volt egyébként, amikor kimondta, hogy tankötelezettség van, jogszabály nem köti a felvételt az oltások megértéhez, ezért törvénysértő a gyermekeket nem felvenni. Úgyhogy ennek ellenére egyébként vannak olyan iskolai és óvodai igazgatók, akik nagyon lelkesen nem merik felvenni a gyerekeket, és hogy ellenszegülnek, akkor jó eszköz szokott lenni, hogy írunk a jegyzőnek, ugye a fenntartónak, hivatkozzuk ezt az alapvető jogok biztosának a jelentést, és akkor ilyenkor általában a jegyző az meg szokta tenni a szükséges lépéseket, szól az igazgatóknak, hogy engedjék be a gyereket a közösségbe. És akkor a nagy ágyú, az a gyámhatóság, akit beszoktak vetni. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy a hatóságok, ugye, amit felsoroltam, a hatóságok között jelentési kötelezettség van. Mindenki, akinek valamilyen gyerekkel kapcsolatos szabálysértésre, veszélyeztetésre utaló dolgot észlel, jelentési kötelezettsége van a gyámhatóság felé. Ugye ez egy jelzési rendszer. Tehát, akárhonnan bemehet a gyámhatóságnak a jelentés. Tehát a népegészségügy általában akkor szokott jelezni, amikor elrendeli az oltást, viszont lehet, hogy a védőnő jelez, de az iskolák is szoktak jelezni. Amikor beadja a jelentést, akkor a gyámhatóság két lépést tehet. Tehát egyébként van Magyarországon olyan gyámhatóság, ahol nagyon helyesen kap egy jelentést, hogy a gyermek oltatlan, és berakja az irattárba. Viszont vannak olyanok, akik nem ezt teszik, hanem megindítják az eljárást. Tehát eljárás alatt a gyermekjóléti szolgálat környezettanulmány készít, megkeresi a társszerveket véleményre. Én itt azt szeretném tanácsolni mindenkinek a gyámügyi eljárásban, hogy maximálisan működjenek együtt, tehát győzzék meg a gyámhatóságot arról, hogy nincs velük dolga. Tehát az a baj, hogy 2017-ben beleradták a gyermekvédelmi törvényben azt, hogy maga az együttműködés hiánya és kiskorú veszélyeztetésnek minősül. Ebből kifolyólag, tehát hogyha nem működünk együtt valamilyen formában a gyermeki ügyintézőkkel, a családsegítővel, akkor nem az oltás tagadás miatt, hanem az együttműködés hiánya miatt fognak a gyerekekkel szemben, vagy a családban szemben intézkedni. Úgyhogy én nagyon igazából arra hívnám fel mindenkit, hogy itt ez egy
két-három hónapon belül letudhat orgánumi intézés, de nagyon óvatosak legyünk, és igazából működjünk együtt, és érjük el a gyámügyi intézés szimpátiáját valamilyen formában. Nagyon fontos, hogy akkor lehet leginkább a gyámügyet lerázni erről a történetről, ezek a perek a népegészségügyel szemben folyamatban vannak. Vagy mentesítési eljárás van, vagy akár az oltás elrendelését pereljük, mert akkor lehet arra hivatkozni, hogy gyakorlatilag egy olyan jogvitába kíván beleszólni, amelyre nincs jogosultsága, nincs hatásköre, mert ugye a bíróság az, aki jogosult a népegészségügy és a szülők közötti jogvitát elbírálni, és hogyha megpróbálnánk esetleg egy magatartási szabályt meghatározni, miszerint, hogy a gyerekünket oltassuk, akkor ők elkövetik a BTK 278-at, az egybekezdés szerint kényszerítési hatósági eljárásba a bűncselekményét. És ugye ezt nem minden gyámhatóság tudja, ezt vagy ügyvédi felszólítással, vagy hogyha az sem elég, akkor az ügyészség az, aki a törvényességi felügyeletet gyakorolja, meg kell keresni az ügyészséget, hogy igenis hívja fel a gyámhatóságot arra, hogy újon visszavonulod. Igazából én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük Mártinak, és most az este zárásaként Ágnes fog beszélni, dr. Pászántó Ágnes, és van egy ügy folyamatban, ahol egy oltáskáros, két oltáskárosú gyermek édesanyját és a gyermekeket képviseli az Ágnes ügyvédi irodája, és a hölgy az édesanyját van a gyermeket, és erről lesz egy rövid leszámoló. Úgyhogy fogadják szeretettel őket. Szeretettel üdvözlök mindenkit ismét. A múltkori előadáson beszéltem egy családról, akik sajnos elszenvedték a súlyos oltáskárosodás következményeit két gyermek esetében is. De mielőtt a riportnak nekiállnék az ügyfelemmel, annyit szeretnék mondani Amerikának ismét, nem engem illet a köszönet. Én enyém a megtiszteltetés, hogy a Mihály Angelikával dolgozhatok. Nos, szerintem Ági, gyere, lássan a céget, úgy itt az asztal mögé, és akkor is neked adni a mikrofon. A kérdéseket szeretném feltenni Áginak. Annyit bevezetésül tudjanak, hogy több mint egy éve van folyamatban perünk a magyar állammal szemben. Ági két oltáskárosodott gyermeknek az édesanyja, és sajnos már egy megváltozott élethelyzettel kell szembenézniük, és ebben az életben élniük. Kérlek Ági, beszélj arról nekünk, hogy melyik gyermeked mikor, hány éves korban szenvedte el az oltáskárosodást, és mitől? Nagyobbik gyermekem 19 éves jelenleg, 15 hónapos MMR-oltástól autisztikus lett, idegrendszeri bénulás kapott, és szövetszaporulata lett, amivel az orvosok szerint nincs teendő. Kisebbik gyermekem 17 éves jelenleg, a 18 hónapos gyermekbénulás elleni vakcinától 4 végtagnyi izomsorvadás, izombénulás, paralízis, agyhártyagyulladás, fehér állomány elhalás az agyban, a homlokemelni és falilebenyben, immundefekt és autoimmunbeteg. Milyen tüneteket észleltél? Azonnal jelentkeztek ezek a tünetek, vagy csak jóval később? Hát a nagyobbik gyermekemnél rá 48 órára vettünk észre különböző tüneteket, ilyen, hogy lebegő mozdulata a tévé előtt, pörgette a tárgyakat, egy kicsit elnézést, egy kicsit gusztustalan, azért
gyermekemnél. 18 hónaposan kaptam meg a vakcinát, a 18 hónapos gyermekbénulás elleni vakcinát. Nála azonnal észleltük, nem szerettük volna beoltatni, mivel hogy én gyanítottam, hogy a nagyobbik gyermekem oltás károsodát, senki nem mondta, egy orvos sem mondta, és hát én sem voltam biztos benne. Akkor még nem mondta, és én sem voltam biztos benne. A kisebbik gyermekem azonnal bepirosodott, ahogy megkapta a vakcinát, azonnal bepirosodott, feldagadt, lelkelégzése, és az intenzív, tehát azonnal mentőt kellett hívni, és az intenzívre kerültünk, lélegeztetőgépre. Nos, a kisebbik gyermeknek az oltás beadás körülményei elég erőszakos módon alakultak. Beszélnél erről? Igen, természetesen. Mivel hogy én nem voltam benne biztos, de gyanítottam, hogy a nagyobbik gyermekem oltáskárosult lett, mert teljesen egészséges volt, és bölcsödébe járt, semmi probléma nem volt a vakcina előtt, az MMR vakcina előtt, ezért nem szerettem volna beoltatni. Kijött a védőnő minden előzetes nélkül, tehát se egy telefon, egy levél, semmivel nem jelezték, hogy ők beszeretnék oltani a gyermekemet. Kijött a védőnő, két rendőr, egy védőnő, egy orvos, és azt mondták nekem a kapuba, amikor becsörgettek, hogy státuszvizsgálatot szeretnének elvégezni a gyerekemben, ezért beengedtem őket, ott bent már szívta föl a vakcinát az orvos, és akkor kérdeztem, hogy ugyan már mit akar beadni neki, mondta, hogy hát az MMR oltást meg kéne neki, bocsánat, 18 hónap a gyermekbénulás elleni oltást meg kéne neki kapnia, akkor én közöltem vele, hogy nem engedem, erre a rendőrök lebilincselték a kezemet, akkor közöltem a rendőrrel, hogy van nekem lábam is, tehát mínusz percek alatt kirúgom a doktor úr kezéből a tűt, lebilincselte a lábamat is, és kihúztak a rendőrautóba, ott bedobtak a rendőrautóba, és nem tudom, valami CP-n értekeztek, és amikor megkapta a gyermekem a vakcinát, akkor engedtek el. Annyit még érdemes tudni, hogy a kisebbik gyermek, akit erőszakosan beoltottak 18 hónapos korában, a 15 hónapos MMR alól felmentést kapott. Az édesanyja fel sem tudott lélegezni, 3 hónap múlva jelentek meg nála a rendőri kísérettel, és erőszakosan oltották be a következő oltással. Lehetősége sem volt arra, hogy mentesítést kérjen ez a Diperte oltás volt egyébként, tehát a Diperte ahol. Jó, Ági, amikor visszaértél, amikor visszaengedtek téged a lakásba, akkor mit tapasztaltál? Amikor visszaengedtek a lakásba, akkor azt tapasztaltam, hogy a kis gyermekem bepirosodott, dagadt föl, az egész testre dagadt föl, és szóltam a házi orvosnak, hogy valami nincs rendben a gyerekkel, mert nagyon piros, és nagyon kezd feldagadni, és nincs jól. A házi orvos erre azt mondta, hogy hát fájt neki a vakcina, és nagyon gyorsan elment onnan mindenki. Tehát lelépett. Mi történt utána a gyermekkel? Utána leállt a légzése, újra kellett éleszteni. Az édesapja tudta újra éleszteni, mert én akkor a mentőt hívtam, és a diszpécserrel beszéltem, és utána megjött a mentő, a lélegeztetőgépre tették, és ott 3 hónapon keresztül a
repülőgépen volt, csak azt néztem, hogy nem mozog semmilyen, tehát mind aki alszik, abszolút semmi reakciója nem volt. Amikor kiengedték a kórházból, akkor tehát rosszabb állapotban volt, mint egy csecsemő. Amikor bementetek a kórházba, mondtad a kórházban, hogy az oltástól volt ez a légzés leállás, és mit mondtak a kórházban az orvosok? Igen, mondtam, hogy azonnal, tehát ahogy megkapta a vakcinát, azonnal jöttek a tünetek, és hogy biztos vagyok benne, hogy valami allergiás reakció, vagy valami az oltással kapcsolatos dolog. Erre azt mondták, hogy hát koraszülött, és hogy a tüdeje nincs kifejlődve a gyereknek. És akkor megkérdeztem az orvosoktól, hogy oké, de akkor eddig miért nem volt ilyen probléma, és miért mindjárt közvetlen az oltás után? Na igen, és volt olyan orvos, akinek ez esetleg elmondta, hogy oltáskárosodottak a gyerekek, vagy ez a kisebbik gyermek? Hát akkor még nem, rá sok évre volt egy olyan szituációnk, hogy több napig, 3 vagy 4 napig az intenzíven voltunk lélegeztetőgépen, és nagyon fáradt voltam, és ez valamit kellett csinálnom, hogy ébren tudjak maradni a gyerekem mellett. Lementem a lifttel 2 orvos kísérletébe, tehát 2 orvos előttem volt. Energiaitalt venni, konkrétan 2 energiaitalt, hogy ébren tudjak maradni, és ott elkezdték kibeszélni a gyerekeket, az intenzíven lévő gyerekeket, amit én hát felvettem hangfelvételre, megbotránkozva, hogy a szülőknek nem mondanak konkrétan semmit, de lépve kibeszélik a gyermekeket. És amikor mondták, hogy ennek a Bence, mert Bence Dominikról van szó, a Bence gyereknek se adunk sokat, akkor odálltam az orvos elé, és akkor közöltem vele, hogy jó napot kívánok, akkor én a Bence gyereknek az édesanyja lennék, Györkös Ágnes, és akkor most el lehet mondani, hogy miért is, és mi a gyerekemnek a baj. Mert itt vagyunk már több napja, és senki nem mond semmi, csak ott állok a gyerekem mellett, és kiküldenek vizit alatt, meg mindenki lerázt. És akkor így mondta el ez a 2 orvos, hogy hát a gyerekem diagnózisát, és hogy valószínűsíthetőleg oltáskáros volt a gyerek. Utána kerestem fel Tamasi doktor urat, hát utána még volt egy, akkor még nem voltam 100%-osan biztos a dologban, mert most az, hogy mondják, de nem írják le, az még nem biztos. Utána a nagyobbik fiam közben 19 éves lett, majdnem, nem teljesen 19 éves, és volt egy ilyen gondolkság alá, nem tudom, jól mondom, egy gondolkság alá helyezési procedúra, és ott az orvos szakértő is leírta és elmondta, hogy igenis oltáskárosult a gyerek. A nagyobbik fiam, akkor elkérdeztem a kisebbik fiamra, azt mondta, hogy 100%-osan biztos benne, hogy ő is. Na, utána kerestük fel egy ismerős által, hallottunk Tamasi doktor úrról, és Tamasi doktor tüzetesen megvizsgálta a fiúkat, és elmondta, tehát ő volt az egyetlen orvos, aki normálisan, korrekten elmondta a teljes diagnózist, és hogy konkrétan mi a baj a gyereknek, és hogy oltáskárosult. Miben változott meg az életetek? Hát egy rémálom lett konkrétan, tehát a gyerekeimet nem tudtam elvinni egy színházba, egy moziba, egy előadásra, sehova, egy strandra, csak a 4 falmal maradt
közben elváltam. Tehát ez jellemző, ezt egy férfi sem fogja kibírni. Jó? Bocsánat, hogy szégyenkezünk ez miatt, de sajnos a tragédia az ott van ilyenkor a család életében. Ági azt mondta, hogy még egy játszótérre sem tudtad levinni a fiúkat, és a mai napig sem tudod ugye megtenni, mivel mindkét fiú beteg. Értem. Ági, figyelj, te mi a te szakmád? Hát én fodrász vagy, mesterfodrász lennék, ha tudnék dolgozni, csak az a probléma, hogy nem tudok dolgozni, mert otthon, nap 24 órájában otthon vagyok a fiúkkal, és egyszerűen kimozdulni nem lehet konkrétan, úgyhogy így jól maradt. Most a Dominik állapota olyan súlyos, hogy képekre van szükségetek. Milyen gépekre van szükségetek, és egyáltalán hogy tudod ezeket a gépeket megvenni? Hát egyre több gépre van szükség, sajnos egyre jobban romlik az állapot a Dominiknak. Életjelmonitor kell, ami most elromlott, volt, de elromlott. Oxigénpalack, oxigénkoncentrátor, lélegeztetőgép kéne, amit az állam nem biztosít, mert olyan vizsgálatokat kér, hogy egyszerűen képtelenség a gyerek állapotából fakadóan, tehát nem altatható a gyerek, és tüdőtükrözést szeretnének, meg különböző vizsgálatokat. Tehát nagyon-nagyon sok gép kéne, ami még nincs, vagy elromlott. Eddig, amit megvettünk, az gyűjtögettem a gyerekeim segítségével, a nagyobb gyerekem segítségével, és hát alapítványokhoz ugyan fordultam, de nem igazán jók a tapasztalataim az alapítványokkal kapcsolatban. Tehát összefoglalóan a NEAK csak akkor hajlandó bármilyen gépet is adni Ági családja számára. Tehát olyan vizsgálatokhoz köti tulajdonképpen a gépadást, amiben gyermekkel alhatnak. Jó. Ági, és milyen tapasztalataid vannak az alapítványokról? Jót és rosszat is? Hát szemében inkább rosszak, mert leszerződtünk pár alapítványat, például a Remény Sugár alapítvány a beteg gyermekekért. Gyűjtött, úgy gyűjtött, hogy úgy állapodtunk meg, hogy én keresem fel a cégeket, gyűjtünk, és az ő számlájukra megy ez az összeg, és a végén meg elszámolnak vele, úgyhogy 25% az alapítvány, a többi a gyerekemé, vagyis hát a gyerekemre fordíthatom különböző gépekre, de ez teljesen megkívülsült, mert egyszerűen eltűntek az alapítványok. Anyák az anyákért alapítvány részben, kis összeget biztosított, és egyetlen egy alapítványt tudok megnevezni, aki mögöttünk állt egyszer, a Lépjünk alapítvány, na ő segített az életjelmonitor megvásárlásában. Ha jól tudom, akkor az Anyák az anyákért alapítvány nem hajlandó elszámolni azokkal a pénzekkel, amik befolynak hozzá, és potom összegekkel próbál úgymond támogatni téged. Legutóbb az életjelmonitor kapcsán mit is mondtak neked? Miért nem kaphatod meg? Legutóbb azt mondták az életjelmonitor folyamán, hogy azért nem kaphatom meg az életjelmonitort, mert hogy ha hiába rollott el, attól még létezik, van életjelmonitor. Az, hogy nem
nem működik, az nem probléma, de az a lényeg, hogy van. Az MLS támogatott téged még, ugye a Magyar Labdarúgók Szövetsége, mivel támogatott? Az MLS nagyon sokat segített, vinilpadlót tudtunk megvenni az ő segítségükkel, ami által némileg a sterilszobát, mert sterilszoba kéne Dominiknak, ki tudtuk alakítani, és Bremer készüléket. És festéket. Jöttünk oda. Ők a trilakból. Miért kell a festék? Hát sajnos önkormányzati lakásban élünk, amiért elég sűrű penészresedik, és szavóval kell lefújni, és elég sűrűn festeni. Jó, akkor már csak egyetlen utolsó kérdésem maradt. Mit érzel, Ági? Hát nem tudom konkrétan, simán föl tudnám robbantani a GSK-t, tehát a gyógyszergyártót és a magyar államot, elnézést, és konkrétan adulni az összeset egytől egyik. Köszönjük szépen, és már csak egy záró mondatot szeretnék mondani. Szerintem Ági sokkal szívesebben harcolna a kolléganőimmel, akik fantasztikusak, mert hiszen kidolgozták, hogy hogyan ne adassák a szülők be a gyerekeknek a méreginjekciókat, humorosan nevetve, mintsem, hogy átélje ezt az életet, amit most élni kényszerül. Úgy vagyok vele, hogy ha egy embert meg tudok menteni ettől a kintól, amiben mi vagyunk, akkor már élt valamit az egész életem. Tehát én most arra fogom feltenni az egész életemet, hogy a gyógyszergyártót ellehetetlenítsen elnézést, és a magyar államot is. Már amennyire tudom, ha kell, akkor sebbe rúgom őket. Elnézést a kifejezést. Köszönöm szépen. Én még annyit szeretnék mondani, hogy mivel, ahogy önök is tapasztalják, ugye Ágnes saját beszámolóval alapján is, hogy sok olyan szervezet van, akik becsapják még azokat az embereket is, ugye, akik a rászorulók miatt segítséget kérnek másoktól. Ezért mi az kifejegyesületen úgy döntöttük, hogy itt a rendezvény egy ilyen kis adománygyűjtő dobozt létesítünk az Ágnesnek a részére. Úgyhogy kifelé menet a bejáratnál, aki amennyi pénzzel támogatni tudja az Ágnesnek a kálváriáját, illetve az, hogy a gyerekeknek ugye ezeket az életmentő berendezéseket meg tudják vásárolni, bent tudják tartani, és hozzá tudják járulni akár egy pár ezer forinttal is, azt nagyon megköszönjük. Mi ezt a rendezvény után így, hogy van, odaadjuk neki, tehát hogy még véletlenül se legyen az a váltól, ha valaki esetleg innen is rossz szándékkal kivenni a pénzt. Utána az Ágnesék pedig hazaviszik magukkal, és otthon megszámolják ezt. Úgyhogy köszönjük szépen az adományokat. Adom a doktor úrnak, hogy szeretem egy pár szót mondani. Nagyon köszönöm a jogászainknak ezt a nagyszerű előadást. Én végig éreztem, hogy a Jóisten velük van, és csodálatos ötleteket ad, és csodálatos gondolatokat, és ezt végig tudják vinni. Higgyenek továbbra is a Jóistenbe, mert ez a vonal nagyon fontos, meg kell változtatnunk a jogrendszert, mindent, ami van, és higgyék el, ha hitünk van, akkor. A anyáknak is ilyen csodálatos anyákat, szóval majdnem sírnék, hogy ilyeneket lehet látni, aki így kiáll két gyerek mellett és végig neveli. Még egy érdekességet akartam elmondani, csak egy szóba került a kanyar, csak hogy tudják, hogy az 5G besugároznak vele, Kawasaki betegséget okoz. A Kawasaki betegségről már ír a magyar beceda gyermekkórház, stb. 5G-vel kapcsolatban, és a betegekből 40% kanyaros lesz. Tehát ha olyan hullámhosszon sugározzák be, akkor a betegségnek megfelelő tünetek jelentkeznek, simán 40% a kanyaros, tehát
oltottak között is rengeteg akanyapós mindenhol, nem lehet az 5G, és az 5G-vel nyugodtan el lehet érni. Ez kimutatott, dokumentált, ez igaz. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig még van 2-3 kérdésre lehetőségünk, tehát aki a jogászainkhoz szeretne egy kérdést intézni, akkor kérném, hogy jelentkezzen, és viszem a mikrofont. 2-3 ágtuk is van, ott a hölgy leges legvégén jelentkezett, és utána jövő. Viszont ne adjuk föl, mert ettől függ
kezdtem, igen, és nekem is ezzel rettenünk, mivel rettentően mély etikai problémái is vannak. A többi részre nem akarok válaszolni, mert szerintem ez pont elég mindenkinek, hogy elgondolja a gyerekét egy ellenkező nemű gyereknek a ményakák sejtekkel felütött ellenkező nemű gyereknek a DNS-ét belenyek. Tehát szerintem ez pont elég, ezt nem kell fokozni. Tehát, hogy ezt akartam, hogy egy kicsit így mosolytom, de ez megy is el. Egy technikai közlés, aki autóval jött, még van parkolókártya a bejáratnál, az ingyenes parkoláshoz. Aki a rendezvényre jött, az kap. Bejáratnál az asztalnál. Igen. Kérdés esetleg, mert lassan kidobnak bennünket. Jó, okay. Én autista gyerekekkel dolgozok. Többek között olyanokkal, akik saját véleménnyel érzelmükös emberen akar nyilatkozni. És az egyik amikor azt mesélte nekem, hogy az ő gyermeke már nem kap kiltást, mert az orvos azt mondta, hogy őt védi már a nyári immunitás. Úgyhogy ha egy ilyen kijelentés elhangzik, akkor elvileg vonatkoztat arra az egy pár gyerekre is, aki ellenáll, hiszen ez nem csak a beteg gyermek esetében lehetséges ilyen, hanem mások is. Nem lehet ezt esetleg jogilag valamilyen formában felhasználni. Márta esetleg kérdezték válaszolni, mert azon kell fogsz. Hát az, hogy egy orvos mit mond egy adott ügyben, az ugye az a baj, hogy le lehet egy ember több ügyben is használni, tehát hogy igazából ő is szerintem csak egy kismerete szólalt meg az orvosnak, és egyediben ezzel vélekedett, hogy miért nem mondtak, hogy mondjuk a gyermeket tovább. Tehát ez ilyen formában nem lehet felhasználni általánosságban. Következő kérdés. Még egy kérdése van időnk, aztán 3.49-kor el kell sajnos menni, mert már így is 3.1 órához. Egy olyan dolgot tettem észre, ami nekem nagyon érdekes, hogy a feladatokat megerőtették. Én 9 évig a tulajdonosa voltam, és használtuk autista kisgyerekkel egy skót biokémikus ajánlott az anyukának, hogy keresünk olyan vizet, amiben meg a sok korosakkal van. Amit el tudok mondani, hogy a figyelet teljesen nem volt szocializált, nem tudott beszélni, ez körülbelül 4 éves korában volt. Fél év múlva megszólalt, és azóta nagyon sokat változott. Tehát 4 év alatt rengeteget változott. Az alumínium volt nagyon magas a szerületében, mert hajvizsgálatot végeztek. Most készülünk egy ingább hajvizsgálatra, a szülők pedig kimenekítettek külföldre a gyerekeit, mert 2 gyereke lett autista. Tehát ezt azért mondtam el, hogy a Pericotrizből, ha valaki többet szeretne tudni, könyvet írtunk, és nagyon ismertem, és használom terápiában. Köszönjük szépen az ötletet! Én pedig akkor megköszönöm mindenkinek a részvételt, és nagyon boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek. Legközelebb január 28-án lesz összeélekedünk, amit majd időben meg tudunk hirdetni a közösségi oldalakon. Regisztrálni tudja a viszontlátásra, minden jót.